Szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, megvártatok a szünet végét. Már is megyünk tovább a Stellar Blade című játékkal, amivel tegnap játszottunk utoljára, de nagyon-nagyon király helyen hagytuk abba, mert hogy a Matrix 11 nevű föld alatti komplexumban vagyunk, ami egy ilyen metrós terület. Iszonyat haj, iszonyat szemüveg, elképesztő kilátások már is. Szóval ezen a területen, szevasz Kata, hát az előbb még streameltél, mi történt veled? Ezen a területen, most, hogy felfejlesztettük magunkat, itt lesz az ideje, hogy tovább menjünk, mert állítólag a mélységben lesz majd még valami, amivel találkoznunk kellene. Szerintem itt lent erre lesz a továbbjutás azonnal. Aha. Onnan a vonattól jöttünk éppen kifelé. És ha megnyomod a scant, akkor lehet látni, hogy mennyi kem van nálad. Aha. Igen, és vannak új támadásaink is majd, amiket meg kellene próbálni. Ikresselt a játékod. Mivel játszottál? Vagy Helldivers, azt él? Nagyon szeretem ezeket a TPS-eket. Már azonnal a Fallout után így érzékelem azt, hogy mennyivel jobban szeretek egy FPS játék helyett egy TPS játékot. Ez itt a Sector 9-es, azok a barmok jönnek keresztül a sewage line-on. Azt szerintem a izé lesz ahol a szennyvíz van, tudod, azon a vezetéken, azon jönnek át. Azt mondja, hogy nem tudom véghez vinni a robbantó műveletet a bejáratnál. Nem jöttek vissza az őrszemek még mindig, de azért még van időnk. Csak adjatok még egy kis időt, mondta a fickó, majd meghalt. Itt akarták volna ezt berobbantani esetleg? Le akartam fejezni, úgyhogy a küldi nem lett meg, pokol merülés. Jobban is tetted. Amúgy is gondolom, már kimaxoltál benne mindent, nem? És az új warbondokat nézegetted? Az új warbondnak a haszontalanságát, az Arctic kitaláció. This area. Ez a terület. Wow. This place looks complicated. Eléggé bonyolultnak tűnik valóban. We're going to have to take that elevator up. Szóval azzal fel kell mennünk az a lifttel. Úgy érjük meg el a kijáratot majd. Hol látod a TPS nézőből? Azt is lehet, igen. Igen, csak nem szoktam. Szóval nem szoktam a Bethesda játékokat. Én a Skyrimot is végig belső nézetből játszottam. Nekem az úgy jobban fekszik. Aki bent maradtunk, nekünk is bebugolt. Nem jött leértünk a haj. Ja, Istenem, hallott valamelyik nap. Annyira vicces volt. Nagyon küzdöttünk a randomokkal. Annyira küzdöttünk, mint életünkben még soha, hogy megjöjjön az a szaros pelikán, hogy jöjjön az extrakt hajó, tudod, meg minden. És azt képzeld el, hogy nem tudom már hány titán volt körülöttünk, meg tényleg minden probléma. Ott állunk a platform szélén, nagyon várjuk, hogy jöjjön. Elkezd ereszkedni. És így ereszkedik, eléri a földet, és tovább ereszkedik, és megy tovább, és hallod, eltűnt a pelikán a föld alatt, és így álltunk, hogy most mi van, most mi fog történni, tudod, és mindenki elkezdte spammelni, hogy mennyire röhög ez egészen. Iszonyatosan vicces volt, egyszer csak így lement, és mint egy lift, tudod, így a föld alá. Hát mondom, és hallod, utána várni kellett, utána szerintem kellett várni egy 2 percet, mire újra lehetett hívni az Extraction-t, és akkor utána már rendesen leszállt, de hát az elképesztően vicces volt. Tudod, amikor így izzadtak, mint az állat, és azt hiszed, hogy mindjárt jó lesz, de hát nagyon-nagyon messze vagy attól még, nagyon messze volt. Olyan bugot még nem láttam a játékban, de... Azért tényleg iszonyatos. Mindig van valami újabb bug abban a gémben. Ezt fel kellett volna venni, ki kellett volna pippelni, hogyha esetleg online történt volna, mert tényleg... Sok baromság előfordul, de ilyet ritkán látni. Az a burst energia az nagyon-nagyon lassan töltődik, hogyha jól látom. A bétát a sokkal gyorsabban töltjük most. Ha valaki nem érti, hogy miről beszélek, az előző epizódban nyitottuk ennek a Stalker bossnak a megölésével ezt a másik bárt, hogy egy újabb skillsetet kaphassunk. Ne aggódj, Jamie, minden jó lesz. Megszabadítalak a szenvedésedtől, amint a lelked elhagyja a testedet, visszamegy az anyagömbhöz, most csukd be a szemed, mondta. Ez az egyik fickó a másiknak. Ez volt Pál memóriája, ide kell majd valamit szednünk, ami kinyitná ezt a ládát. Megállt fent a levegőben, 100 méter magasan is kész, kiszálltunk nem resztől. Elképesztő. Ott fent is lesz majd egy láda. Na nézzünk körül akkor.
Ott van lent egy hulla. Szerintem azt akarják, hogy fedezzünk fel, és jöjjünk majd vissza ide az alapterületre, hogyha lent megtalálnánk esetleg, amit keresünk. És ezek még nem vettek észre, ugye? Hogyha egy megfordul, akkor egyet tudok asszoltolni így. Azaz. Úgy legalább a másik könnyebb lesz. Szép volt. De szükségünk lesz egy... Jó, az emeletre való feljutáshoz. Oké, Fusion Cell. Ez csak egy darab SP-t adott. Van itt még hulla amúgy. Annak az eneminek lehet, hogy megnézzük a hátát megint csak. Van még kettő humanoid. Szapogassad, faszkala! Tipázok, Mokiba, tipázok, nyugodjon! Most, hogyha hangos játszás, mindjárt kicsit visszább vettem belőle. Ebben mi van? Jaj, miért teleportáltunk a falba? Ez Jamie kérése, élni akarok, nem akarok így meghalni. Jesse, Paul, Norman, Harry, Daisy... Nem tudta befejezni. Megkaptuk a ládanyitó kódot is szerintem. Nem lehet, hogy abban a ládában lesz benne az a... kór, amit keresünk? Mindjárt kiderül. Én maradtam utára és hívtam magamra a napalmot. Jézusom, de ti bogarasztok, hogy napalmaztok? Vagy gépek ellen használjátok? Szép. Gyönyörű. Így is van. Ha még egy perfect perit betettünk volna, akkor ki lehetett volna végezni. Hú, ezek hogy kerültek újabban ide? Aha, ez fáján. Na, de ezt hagyjátok már a... Uram Isten, mindjárt meghalok, normális vagy. Na most, mehet. What? Jaj, nem adta be a izét, mert ezzel kell nyomni. Bocsánat, másik gomb. Ó, de béna vagyok, nézzenek oda. És még egyszer. Nem, elkapott, a hátra dodge-ban kapott el. Hátra dodge-olás közben nyeltem be. Bogarak, el is lehet menni, oda is szól a Major. Ja, akkor tegnap óta megváltozott, mert tegnap még csak gépek voltak, ugye? És nem tudom, az a 2 milliárd gép az meglett, amit el kellett intézni? Hihetetlen egyébként, hogy ilyen számokkal dobálózik egy játék, hogy 2 milliárd ellenfél megölése. Ez nem a DR Billions, nem lett meg? Nem hiszem, hogy sok kellett amúgy hozzá. Egy nap, hogyha ráment volna, még biztos meg lett volna. De megcsapantak a játékos számok, a felére leesett, miután a Sony szarakodni kezdett, ugye? Ilyen 60-100 ezer ember játszik a 140 meg 200k helyett. Ezek mindenképpen belemásztak a hullákba itt. Aha. Hajnalban volt 70 és 80% közt. Aha. Ez a védés az olyan volt, mint a... Szabba, mit csinálsz? Ez hülye. Olyan volt, mint a... Lies of P-ben. Ott voltak ilyen sloppy perrik. Nos, ezeket tehát akkor megnéztük, és megvan ennek a kódja, ha minden jól megy. Szerintem ebben van a kór. Máshol már nem tudom, hogy hol lehet. Na lássuk. E, K, A, K... Így. Nem mondod, hogy csak potionok voltak. Ott van, megvan, oké. Most kell lemenni az alsóbb szintre. Eddig eléggé egyértelmű, hogy hogyan kell haladnunk szerencsénkre. Viszont itt van bent egy láda. Design pattern. És azt nem írtak ki? Ja de, ott van. Nanosuit. Ez valami maszkott téma lesz. Ennek a fickónak vérzik az arca. Hogy? Hogy véreszett az arca? Hát hiszen itt van már évezredek óta talán. Tehát most kell akkor lemenni. Hát szerintem a létre az jobb lesz. Hulkra vettem a játékot? Jó az a Helldivers, de azért tényleg nem szabad kiégetni magad belőle. Különben egy idő után nem lesz benne tartalom. El lehet szórakozni vele nyilván, de hát érted, pontosan annyira lehet elszórakozni vele egy idő után, mint egy akármilyen másik ingyenesen játszható játékkal. Ezért viszont fizetsz. És akkor ezt kellene operátolnunk.
De pozitív minden megközelítésében egyébként a játék. Hát az, amit most a Sony csinált, hogy az emberek kihisztizték, hogy akkor mégse. Erről már beszéltünk, ugye, hogy mind a két oldalról volt probléma. Nem kellett volna vissza mondani 110 országban a megvásárolhatóságát annak a játéknak, ha már az emberek kifizették, meg mit tudom én. Meg imádják, hát mindenki imádja a Helldivers 2-t tényleg. Ez egy mögöttes támadás lesz, így van. Ráadásul ez az elit forma volt. Sony megkapja be, a játék akkor is jó. Aha. És azt mondom, hogy ez így nekünk úgy tűnik, hogy nem olyan probléma, de egyértelműen másoknak meg hát látszik, hogy 100 000 embernek, 100 000 aktív játékosnak viszont tényleges nagy problémái vannak ezzel, hogy ez így történt. Gyönyörű. És annyira, hogy ott is hagyják a játékot. Lehet, hogy persze vissza fognak majd jönni idővel, de én azt is gondolom ezzel, hogy nem is baj, hogyha az emberek egy kicsit szüneteltetik a játékot. Azért nagyon rendesen meg volt tolva szerintem mindenki által. Burst trans type? Thanks, is fine. Oké. Okay. Nem, ők szerintem nagyon is jól gondolták, hogy mit akarnak, csak aztán rossz lett a kivitelezés. Tehát, hogyha jól tudom, akkor már az elejétől kezdve ez így volt kitalálva. A PS-en a kuntos téma. Várjál, most fel kell térképeznem, hogy merre voltunk, merre nem. Itt van még egy fickó. Víz folyik itt. Meg kell találnunk a módját, hogy kinyithassuk ezt az ajtót, oké. Okay. Más volt a kinti világ a háború előtt. Meg kellett fizetned a bűneidért, hogyha elkaptak érte. Ide lent a föld alatt, hogyha elkapnak, meghalsz. Még akkor is, hogyha ártatlan vagy. Ezek a szörnyek, ezeket nem érdekli. Soha ne hagyd, hogy elkapjanak téged. És itt fekszik holtan. Elkapták. Ez volt Norman parancsa. Nem, bocs, tanácsa. Tanács, parancs, nem mindegy. Hát mi van szemben? Szerintem erre nem voltam, így van. Mielőtt ráment volna a fickóra, sikerült elkapni ezeket. Semmi extra. Ott lent van egy objektum, szerintem azzal hívjuk a liftet, itt ez semmi. Floodgate controller. Á, viszket az orrom, bocsánat. Azzal lehet majd a vízszint állását szerintem beszabályozni kissé. Ja, itt van valami. Lássuk, mit dobott el. A kicsi drónnak? Mindenki vár az anyaggömb megváltására, de az élete a szövetségeseimnek a legfontosabbak számomra jön. Nétiba érkezik, a szörnyek jönnek, mindig csak jönnek. Csak egy módja van a túlélésnek. Ez a drón, ennek a drónnak muszáj elvégezni a munkáját. Meg kell hackelnünk a Floodgate-et, hogy tullet, hogy kiengedjünk minden vizet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a kicsi drón meg fogja tudni ezt csinálni. Sajnálom a drónt, mivel meg fog fulladni a vízben. De túl kell, hogy éljünk először, hogy megvárjuk a megváltását az anyagömbnek. Segíts azoknak, akik az anyagömb segít azoknak, akik segítenek magukon. Aha. Szóköz nélküli üzenetek elég kemények, igen, nehéz kiolvasni őket, de szépen lassan megfejthető. Ez micsoda lesz? Mi? Mit akar ezzel? Mi volt ez? Még egyszer, ez micsoda? Nyomtam a rotate-et, de nem akart. Szóval a bal alsóba kellene átmenni, de a bal felsőt nem tudom rotate-en. Na, azért mondom. Így, és akkor innen ez nem jó. Itt felfelé, balra, lefelé. Na, ne szórakozz! Hát, de ez így sem nagyon jó. Visszafele kellene menni, ugye? Visszafele kellene megoldani, igen. Így. És akkor ez felfele kellett volna, hogy menjen így, de ez benn marad?
Tovább, lefelé. Tudom, hogy féld. Nyugi. Lehet újra. Szóval leindítjuk egy irányba. Szerintem itt felfele lenne ildomos elindulnunk hátha. És itt lefelé. Kedvelem az ilyen kis puzzle-okat. Mindig nagyon ügyes voltam bennük. Oh, wait. És készen vagyunk. Jó, és itt most meg kell várni, hogy... Aha, jó, hogyha megoldottad, akkor azért tovább megy. Csoda lett volna, hogyha meg kell várni az egészet. Most kiengedjük az összes vizet, a drón nem tudta ezt véghez vinni. Hallod ezt? Vízhangja van. Aha, az az út, menjünk vissza. Aha, mindjárt vissza is megyünk. Az lövedék? Ami jelenleg nekünk nem kell. Mindjárt lesz még kettő SP-nk, amiket beleköltetünk a pontokba, amiket ugye unlockoltunk az újabb talentfán. Vagy újabb talentekbe. Érthető, amit mondtam, remélem. Azt mondja, hogy most oda kellene menni, ahol a fények világítanak? Még több úszás. Oké, nem gáz. Ez megoldhatónak tűnik, ezt operátoljuk. És ezzel lehet, hogy meg is vagyunk ezzel a területtel? Oda be lehet úszni? Oda be is kell úszni. De bizony, oda be fogunk úszni. Van ott bent valami fontos nekünk. Jó, hogy észrevettem, hogy ott áll. Szerintem azért rakták oda a lootot, hogy felkeltsék az ember figyelmét. Ide bizony ki kell jönnöd, különben nem lesz meg az energia. Szerintem ez beta energy. Na lássuk, melyik energiát tölti. Bétát, aha. Legalább szemügyre vehetjük végre. A hajunkat ezzel a szemüveggel szerintem nagyon metál lett. Nagyon metál lett így. Úti vagyok benne, hogy itt az alsóbb szintek most emiatt még rejtenek egy-kettő újdonságot. Az a humán az nem is lett ott felvéve. Szerintem a víz miatt nem láthattuk előzőleg. Magasabb volt a vízállás. Nézzük, hogy mit tartalmaz. Ott is van a szintlépés. Az ott szemben, az egy humán. Az ki lehet tényleg nyitni így? Ja nem, csak van mögött egy pislákoló fény. Meg kell találnunk az Alpha Native-át, aki ugye... Mihez is kell? Várjál, a Fusion Core-ok kellnek a... Nem bárkához, mondjad már, a bölcsőhöz. Az Alpha Native-ák pedig nekünk kellnek, ugye, hogy elvezessenek minket a... Hát, mi volt a neve? Elder Native-ához. Tehát az a legfőbb ellenségünk, hogy visszavessük a bolygót valahogy. Shotgun shell-ek, rengeteg shell volt ide bent. És erre megyünk, nem hagytunk ott semmi más, nem volt ott már láda. Hát figyelj, innen nem világít. És innen sem világít? Biztos, hogy minden megvan. Jó. Akkor menjünk, aztán let's go. Ott lent van egy-kettő minden. Azokat pedig más irányból fogjuk majd felvenni. Mint hogyha körbe-körbe mennénk. Na, aggódj, én majd nyomon követem, hogy merre megyünk. Kinyitjuk ezt itt azonnal. Szerintem megállni, healerni nem is kellene. Elkölteni SP-t most nem fogok, mert a következő, amire költenék, az 3 SP-s, és nekünk 2 van összesen. Nézzük, hogy mi van az ajtó mögött. Gondolom, hogy itt már más nem lesz, ugye? Fast travel-ozni nem lehet. Itt bent van valami? Nincs. Itt lesz egy enemy. Ez a rothadó labirintus című hely, és ez micsoda, milyen állat? Az felrobban, és gondolom, hogy mérgező ködöt nyom ki magából. Mutated Might, a volt a neve. Arra rá fog menni. Francba. Korainak tűnt, korai is volt. Arra helyett utasózok a gombokra, meg az ajtókra. Igen, igen, igen. Az le is szállt róla.
kettő is volt benne? Mi volt az? Most se szarja, hogy mit művelek vele, ugye? Ja, hogy ezeket nyomja itt ki magából? Igen, ezeket. Hát... Lehet, hogy jobban járnék így. És még egyszer. Mehetünk el onnan. Ilyenkor felszokott robbanni, nem? Ebben volt egy nem élő dolog. Megváltoznak a native-ák esetleg? Pascal figyelmeztetése. Az Undercrew-tól jött valamilyen bejelentés, hogy csökkentjük a karantén szekciót ma éjféltől. Hogyha el akarjátok hagyni a területet, akkor meg lesztek tisztítva figyelmeztetés nélkül. Ez elég kemény figyelmeztetés. Fel lehet mászni is csak. Hát, hogy láda van. Na jó, ezt majdnem nem vettük észre. Ott is van az extrém nano element. Remélhetőleg mindent összeszedtünk innen. Hogyha visszafutnék egy kicsikét, nézzük csak meg. Shopban, ez egy shop. Ne felejtsük el, hogy valószínűleg a VB pumpokból kellene vásárolnunk párat, meg szerintem feltöltöm a slagammót is, mivel hogy kiürültünk. Az sose baj, hogyha tudunk lövöldözni egy ilyen helyen, ahol ilyen falba épített elemek vannak, amiket nem feltétlenül szeretnél megközelíteni, ugyebár. Na nézzük, mi van itt a sarkon túl. Daisy emlékei? A fej... Micsoda, contamination? Az nem az, amikor... Tehát, hogy ilyen valami le van zárva, és megakadályozzák, hogy kiterjedjen, akár egy fertőzés, vagy ilyesmi. Szóval az is halad itt ezen a helyen. Mik ezek a dolgok? Feeding off... Off... Tehát, hogy miket esznek meg ezek a dolgok? Nem a moszat az? Nem, egy kicsit közelebbről kell megnézni. Biztos vagyok benne, hogy láttad ezt a kemény, sötét, vöröses bőrt valahol. Igen, igazad van, ez egy native-a. Tökéletes azonosítás, azonosság vele. Egyértelműen valami szokatlan történik. Sietni kell vissza az Undercrew-hoz. Bonnie, mi a gáz? Hát Bonnie-val már szerintem itt semmi jó nem fog történni. És a native-ák itt megváltoznak ezen a helyen. Tudja, hogy bejöttem, vagy nem? Nincs nyitatában. Ha megfordul, akkor asszoltanunk egyet. Hogy érted, hogy nem? Na azért. Nem buszoltunk egyet rajta. És akkor erre is lehet nyomni. De érdekes. Ez furi volt, hogy így megengedte a játékokat elintézgetni. Ki lakik ideben? Itt egy nagyobb terület van. Ez gondolom másik a másik oldal a sajtó. Menjünk oda fel. Itt lesz egy Fusion Core-os nyitás majd, de elképzelhető, hogy azt csak később kapjuk meg. Akkor vissza kell ide jönni, hogy kinyitogassuk a dolgokat. Hoppá! Jó napot! Valami van balra. Éppen, hogy csak túléltem ezt. Éppen, hogy csak túléltük. És akkor most ebben találunk talán egy body fejlesztést, vagy egy beta core fejlesztést, nézzük. Beta core, nagy király, még több beta támadás. Kíváncsi az, hogy meddig lehet ezt majd még tolni, hiszen még relatív az elején vagyunk ennek a játéknak. Azt hiszem, szerintem ettől még sokkal több lesz benne. Persze lehet, hogy ti jobban tudjátok, de szerintem bőséggel lesz hova menni majd. Visszaugrani innen már nem engedi. Jó, tehát akkor megcsináltuk ezt az irányt, ott elől kellene lenni. Ez nem nyílik ki csak azért, mert te ide állsz. Mindenképpen be kell menni balra, hogy megszerezd a Fusion Core-t innen. Aha. Itt fogsz visszajönni, itt pedig bent. Itt van valami. Attól félek, hogy fel kell, hogy adjuk. Miért? Ez jó. Ez a kameraszög az ott nagyon jó. Nézzük csak még egyszer.
Hogyha leugranál, akkor mi lenne oda lenni? Nem úgy néz ki, mint hogyha onnan út vezetne, ugye? Nem felfele kell, hogy menjünk. Ezen a szinten több minden is van itt alattunk. Ha nagyon felfele megyünk, akkor lehet, hogy nem lesz ennek jó eredménye. Bár lehet, hogy ez az egyetlen út, és akkor nem kell emiatt aggódnod. Itt van egy létre lefelé, szerintem ez arra a részre vezet, amit nézegetünk, hogy ott sok loot van. Itt semmi. Itt van egy fickó. Jesse emlékei. Figyelj, Sam, nem vagyunk biztonságban, ezek a barmok itt várnak ránk, hogy visszamenjünk az Undercrewhoz. Szándékkal tartanak távolságot. Nem akarod rávezetni a szörnyeket az Undercrewra, igaz? Zárd be az ajtót, amint sikerrel elcsaltad őket. Menj vissza az Undercrewhoz. Ne várj rám. Tudod, hogy én vagyok a leggyorsabb a csapatban. Utolérek majd, ne aggódj. Hát nem érte utol. Jó, menjünk le, nézzük, hogy ott mit találunk. Nagyon jól vannak megcsinálva a területei ennek a játéknak, és nagyon tetszik nekem, hogy ilyen... ...hogy ilyen apró részletekre is tökre jól odafigyeltek. Tök látványos az egész. Jó, itt egy kicsit több útunk lesz abba az irányba, várjál, mert akkor felveszik a lootot, amiket eldobott ez a kis droid. Tumblr, az jó. A Tumblr az mindig jó, mert a healingek számát, az esztuszaidnak a számát fogod fejleszteni általa. Mindenki alszik már? Mindenki pihen? Ez fel fog kelni. Amint kinyitjuk a ládát, fel kell majd. Boldog vagy? Kérdeztük. Lehet, hogy Fusion Core van benne. Könnyen elképzelhető. Így is van. És akkor ezt visszük majd a kapuhoz. Bocs, hogy nem a jó szögből néztük, de hát nyilván oda nem nézett senki. Nem nézett volna oda senki, amire mindenki gondolt. Jaj, de szép. Nincs oda írtánk. Ez megijesztett. Jaj, de hogyha tudtuk, hát ott volt. Helytelen volt, hogy a dobozra koncentráltam. Nem volt annyira rossz azért. Ez most nyitotta a másik oldalt, ugye? És akkor ott az micsoda, ami ott van? Ez egy tök más irányból közelíteni meg. Szerintem ez a továbbmenetre a nagy kapun túlra, ugye? Több mint valószínű, hogy ez lesz az, ha oda fel kell ugranod. Behelyezni? Nyitni a kaput, és akkor szerintem a következő területet láthattuk ott villogni. Ez a fickó ott a másik, ott van egy kis droid. És csak. Meg egy fickó is van. Harry emlékei, ma van 14. február. Tudom, mert Zsófia adott nekem egy ajándékot. Ma van egyébként, vagy ma volt a Zsófiák 4 névnapja, tudtátok? Régen volt egy szokás, hogy ajándékot adunk valakinek február 14-én. Úgy hívták, hogy Valentin nap, szóval ma lesz az a nap. Hiányzol, Zsófia. Kettő is van ebből? Miért hallottam a jobb fülemben vajon, hogy így ordítozik? Ó, egy passcode a rotható labirintus hideoutjában. Ez érdekes, nem emlékszem, hogy találtam volna ládát ehhez. Vagy lehet, hogy a következő részhez kell majd. Hát inkább a kövihez kell talán. És itt mi lenne fent? Semmi, akkor húzzunk lefele. Nem emlékszem ott bent ládára, úgyhogy itt kell, hogy legyen előttünk inkább egy. Meleget érzek ezen a helyen? Hát ez a bizonyíték annak, hogy itt voltak túlélők valaha. Az igen, az instant nyílik. Ez kicsoda? Gyere nyugodtan, nem kell beszarni. Ezt ki lehet verni? Na, de kiáll. Mindent felveszünk, megvárjuk, amíg a petrol megfordul. Lehet, hogy hátulról jobb esélyeink vannak. Egy ilyen szűk, zárt térben.
Ezek ugyanis a mutálódott verziói ezeknek a zenebiknek és egyáltalán nem a barátai. És tényleg? Jó, hát akkor menjen így. Most. Hát ez... Nem így képzeltem, ugye? Egyáltalán nem így képzeltem, de használtunk végre egy béta támadást. Nem a legjobbat használtuk, nem tudom még, hogy melyiket akarjuk használni majd azok közül a jövőre nézve. Meddig voltak itt vajon bezárva? Miért sajnáld őket? Kérdezi Lily. Maradj ki ebből, Lily. A szarbaja van Ádámnak Lilivel? Ez egy új dolog, mert eddig nem volt semmi gondja vele. Most indulhatott el valami benne, ami egyáltalán nem szimpatikus. Nem mint hogyha a gyerek eddig szimpatikus lett volna szerintem bármelyikünknek. Ugráltat minket, ül a pilóta fülkében, néha ráránt. Dirigál. Tehát nem az a klasszikus duó van itt most, hogy az egyik a másik nélkül nem tud létezni. Egyértelműen leechel bennünket és befolyásolja az előre haladásunkat, ugye? Tehát, hogy ő mondja, hogy mit kell csinálni, merre kell menni, de lehet, hogy nem is a jó oldalon áll. Miféle hely van odakint? Sötét. Mindenki meghalt, kivéve a szörnyeket. A titkos városa a túlélőknek nem is létezik. Az egész csak egy tündérmese, amit a felnőttek találnak ki, hogy reményt adjanak a gyerekeknek, mint te is. Kíváncsi vagyok, hogy mi vezette rá az embereket, hogy egy ilyen helyen éljenek. Én csak azt mondom, hogy most mi vagyunk itt egyedül. Mondja erre Ádám. Milyen jó a zene itt. Nagyon niós. Ez mi? Ez nem tudom micsoda. Szóval valami repedés jelent meg a lábam alatt, ami elnyelt engem egészben. Ez volt a veszteség, az anyagömb elment. Tehát, hogy az nem létezett többé, nem tudom. Tudtam, hogy soha nem láthatom majd újra egy baba, egy gitár, egy gyermek, kisebb vacsoraparti, még a levegő, a víz, meg a hálózatnak a traffic. Hát gondolom, hogy amik mennek rajta, vagy adatok, vagy akármilyen hálózatra gondol. Többé nem vágyom ilyesmire, ezeket elnyelte a sötétség. Mi a célja az életemnek többé? Miben kell... Innen. Hasadék. És ezt hogy ejtik azt a szót? Nem sűrűn találkozom vele ugyanis. Itt van egy csomó minden előttünk, mögöttünk. Most nem látszik, hogy van-e valami. Nem tudod te sem? Na? Mint ahogy gondoltam. A csapatnyi túlélő itt rendezkedett be. Ahogy ez kinéz, már régóta elhagyatott. Miért érzek itt melegséget? Nézzünk körül. Ez micsoda? Ó, megtaláltam a gyógyszert a Sand Disease-re. De jó. És most innen visszateleportálni? Hát ez durva volna. Hogy jönnék ide vissza vajon? Z naplója. Már 7 év telt el, mióta meghúztam magam itt a szörnyek elől. Ez a hely többé nem biztonságos, de sehová máshová nem mehetünk. Itt fogunk meghalni. Hallottam egy pletykát egy városról, ahol túlélők bujkálnak. Bárcsak elmehetnék oda. Revisznek el ti? Köszönöm. Szerintem ehhez találhattuk meg a kódot odafent, ugye? De bizonyám. És ez ilyen aranyládának tűnik, úgyhogy lehet, hogy valami jobb van benne. Lássuk. Sok grenédek, rengeteg gránát. Hát ebben csak aknák és gránátok voltak találhatók. Ezen lehet játszani? Azt mondtad, hogy ez egy zongora, ugye? Igen. Az embereket megnyugtatta a zene. Én
érdekes, ahogy így semmit nem tudunk az emberi életről. Valószínűleg ez a csaj, ez ténylegesen teljesen mesterséges lehet. Szerintem valaki aludt itt. Ez nem egy jó hely a szép álmoknak. Azt mondja, Susannak a figyelmeztetése. Nem kell félni a haláltól, hogy a halál az csak a kezdete egy kalandnak, ami a egyéválásról szól az anya gömbbel. Ez baromság, ez egy csomó baromság. Itt hagytak minket meghalni földön. Ezután nem lesz már több utazás vagy kaland, amikor meghalunk, ennyi volt. Vége a történetnek. Hát, Susan, szar lehet így meghalni. Azt mondja, hogy hova ment az anyagömb kegye, az egész hazugság. Mindenki, aki be volt zárva, úgy néz ki, hogy tisztában volt azzal, hogy valami nincs rendben az anyagömbben, ugye? És akkor itt mást már nem is nézhetsz meg, itt van még egy gitár, mi ez? Iszogattak? Ez egy vizes üveg? Nem. Ez az utolsó ajándéka jó Istennek, Bakusznak. Hát bor, ugye, nyilván, hogyha valaki. Ez micsoda? Az gitárnak nevezik. Ősi emberek játszottak rajta. Ez egy hangszer, hogy párzáshoz csábították vele egymást. Micsoda kitalációi vannak ennek a srácnak, és ő sem nagyon vágja, hogy mi van akkor. Ez egy macáj. Nézd, tintázik. De jó. Egy báb, aminek nincs tulajdonosa, jó illata van. Milyen furcsa dolog ilyet mondani, mondja. Ott vannak a pumpák. Több pumpa is. Nem kell itt izé szarakodni a halállal, hát túléled. Túlélték, mégis meghaltak. Szia, Almond, de jó, hogy itt vagy. Hogy vagy? Mi a helyzet? De örülök, hogy látlak. Hallgattalak ám ma. Mondtad, hogy láttad ezt a játékot, de még nem találtad meg benne azt, hogy miért kell ezt megvásárolni. Ezt nem kell indokozzá, ezt nyomni kell. Ezen a helyen tisztelték a halottakat? Mindig várnak a anyagömb feloldozására, megváltására, amit megígért nekik a francba. I want to send the memories left here to Mother Sphere. That's where they belong. El akarom küldeni az anyagömbbe, ezeket az emlékeket oda tartoznak. I'll help. Segítek. Me too. Én is, mondja Lily. Thank you, both of you. Kösz mind a kettőtöknek. Gyönyörű egy játék ez. Gyönyörű minden szempontból. Jöttél szintetikus testeket nézni? De ilyen szintetikus testeket otthon kell tartani, nem? Egy dolog már rendelhető a baba belőle. Így csak emlékeket találni. Jake beszéde. Keményen küzdöttünk a túlélésért, még amikor a családjaink és barátaink is meghaltak, azért küzdöttünk, vagyis hogy úgy küzdöttünk, hogy nem adtuk fel, most már látjuk a véget. Ki vagyunk fáradva. Az akaratunk, hogy küzdjünk, az már, annak már vége van, elment. Itt az ideje befejezni ezt a fájdalmat, a bánatot. Itt van a Fusion Cell, amire szükségünk, hogy tovább mehessünk. Az mi? Ez a kis doboz. Még jó, hogy megnéztem. Ez megint egy trial. És megint egy ima. Ezt nézd csak, ott a jobb felső bárt, látod azt? Ott az a bár, az nem tudjuk, hogy micsoda, de 69%-on volt az eddigiekben, és most már 73%-os. Lehet, hogy az valamit unlockolni fog, mert most jelenleg egy lakat van rajta. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz annak a vége. Linket is. Pénz nem akadály. Hát ne ez az. Nem, amúgy csak mondtam, de szerintem én nem lepődnék meg, hogyha ebből hamarosan vásárolható verziók jelennének meg a piacon. Hát figyelj, pont ebből ne jelenne meg, pont ebből. Van egy droid.
ruhát kaptunk, igen, igen. Drone upgrade modullal. Ezt akarom megnézni, hogy ott a másik oldalon lesz még dolog. Akkor viszont a fusion core-t be kell tenni annak helyére. Itt megnéztünk talán mindent, semmi nem maradt ezen a részen, le is pihentünk is. Hogy megy az Elden Ring neked, Amon? Milyen a build, amit építesz? Két kaszával nyomod még mindig? Kíváncsi vagyok, mi történik, hogyha most elteleportálsz innen, és a fusion core-t meg elviszed olyan helyekre, ahol szintén be lehet tenni, csak nem találtad még meg, és akkor lehet, hogy be tudod, hogy vagy nem engedi meg, hogy beted, vagy pedig tönkre rontod a végigjátszásodat, ugye? Mert mondjuk esetleg nem találsz másikat a helyére, az át fog innen jönni. Itt már voltam benne? Ez fáján. Van a kit. Láthatóvá tettük a gyenge pontját. Szerintem én itt már voltam, de nagyon furcsáltam, hogy visszajött a... amit lerúgtunk, tudod, a falon ezek a deszkák. Ez tök furi volt. Csak egy hulla van, aminek nem kell. Amit kinyitottunk, oda menjünk akkor. Lent nem pihentél le? Szeretnéd, hogyha most még egyszer megtennénk? Gondolkoztam, mert Zionban van egy hely, ahol ahova kell. Ja, és nem csak ott van, hanem lent a plázában is volt még egy. Még azokat, de szerintem sokkal könnyebb lett a játék, mint megjeléskor. Tényleg lecsökkentették a nehézségi szintet. Nem csak az, hogy tapasztaltabb vagy benne. Elköltjük ezt a 3 pontot most, mert hogy már 3 van. És vettünk fel ilyen burst támadásokat. Várj, ez micsoda? Chain charge. Á, nem. Mondjuk ez érdekes, itt mi van lent? Ez is egy chain attack? Rush chain, nem akarom ezt, nem. Itt nézegettünk, igen, itt volt egy 3-as, és akkor ezt az R1XL aktiválom majd, ez egy self buff lesz. Nagyon kíváncsi leszek ennek a használatára, hogy fog kijönni majd. Már is mehetünk. Én nem csodálkoznék, hogyha lenne egy ilyen dolog, hogy elrontatod a végigjátszást, mert most érted, megcsináltunk itt egy küldit, vissza tudtunk volna teleportálni Zionbe, ott elhasználtuk volna a fusion core-t, és kész a baj. Mert akkor ameddig meg nem találod azt, hogyha nincs kinyitva olyan terület, ahol megszerezheted azt a másik fusion core-t, amit oda kellett volna, akkor hardstuck-on vagy, és kész. Matri, what now? Matri, micsoda? Mit mondasz? Ah, te meg a bénaság, mi? Láttunk ám tőled már olyanokat, hogy ihaj. Nem fogom elfelejteni a tutoriált a Nier Automatán hardon. Ez hány óra volt? Vagy hány nap volt? Vagy 14 óra, vagy 14 nap. Én már nem tudom megmondani sem. Hát azt el lehetne kapni, de nem biztos, hogy még le akarok ugrani. Egyőre nézzük meg, hogy mik vannak ide fent. Jaj, hogy azt mondja, aha. Szerintem azt akartam volna, hogy körbe menjek, nem pedig, hogy innen nézek erre rá. Aha, szerintem erre kellett volna oda bemenni. Nem tudja, látnánk most ennek a szkennek köszönhetően. Ja, itt körbe lehetett volna menni. Várjál csak. Így. Itt mit lehet nyomozni? Ez is be van zárva. This drone's hacking level is too low to hack the door. Túl alacsony a drónnak a hackkelő rendszerének szintje, hogy ott átmehessünk. Jól láttam, hogy ember van. Ah, ja, csak távol. Mehet. Ugye például a félórás részt játszottam 11 órán át. Na jó, de hát az milyen, az God level volt. Az Isten szint volt, hát az... az egy iszonyatosan nehéz része a játéknak, hogyha hardon indulsz. Jó,
secured a way out. Gondoltam, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor így szépen vissza tudunk jönni idáig. Ezt nem tudjuk felvenni, ezt a Stingert. Nézzük előre, mi van. Odafent meg volt a láda, meg volt szerintem minden. Jobbra vannak emberi hullák, balra nem látunk semmit. Itt azért rendesen nyomatni kell bele, ugye? És még egyet behívott? Igen. Ez volt a Burst támadás. Kéne próbálni az attack speed boostot, csak olyan enemy kellene, ami ellen megéri azt használni. Behívtam kiokáta. Ja igen, ez a body core. Fejleszünk a testünkön, mert nincs teljesen. Nem okés ez a test, persze. Egy újabb béta. Töltsek magamnak egy pohár vizet. Ez furcsa, hogy most elhúztak a béták egyel a buddyhoz képest. Most vagy az van, hogy a buddyból egyet nem találtunk meg előzőekben, és akkor emiatt le vagyunk maradva így. Bár lehet az is, hogy a bétából többet kell találnod, mint HP-ból majd a játék előre haladtával. Amon, mi a következő játék, amire most nagyon odafigyelsz? Mik azok a idei címek, amik téged még nagyon érdekelhetnek esetleg? Kíváncsi vagyok. Azt mondja Katarina, hogy abba maradt a sikoltozás, mindenki meghalt, az Undercrew nincs tovább, nincs többé. Innen nem mehetünk fentebb. Jó, hát akkor szerintem itt minden megvan. Amit néztünk, ez az irány, viszont itt lehet fent is menni, ne felejtsük el. Nem kellene itt hagyni egy csomó mindent, ami esetleg még itt elérhető volna nekünk. Mindenkinek kisül a retinája ezektől a folyamatos izéktől, nem? Hogy hívták a Barry Hotterben? Maga elé hány, de én jobb oldalon álltam, és így nem tudott... Ja, igen, a revelió, azaz. Kemény reveliózásokban. Reveliózásokban. Hogyha fel akarnál menni, onnan tennéd meg? Lehet, hogy a hordóra rá lehet ugrani. Nem engedi. Az erekciót imádtad spammelni? Legjobb volt abban a játékban, igen. Kicsit túl lett tolva talán. És ha ide felugrasz, nem tudsz átugrani úgy, hogy az jó lehessen, nem? Hát a... Oké, ezt szerintem nem így találták ki a fejlesztők. Most csináltam valamit, ami nem biztos, hogy így kellett volna, hogy megtörténhessen. Viszont nézd csak, itt semmi nincs fent. Akkor... hát akkor viszont nem is érte meg, de... hát na mindegy, így csúszunk egy picit. Nézzünk körül, ott szemben ládák vannak. Na jó, de ne ugorjál létrára. Star Wars Outlaws. Jaj, láttam, hallod. Láttam, hogy azt valami 60 ezer forintért vesztegetik meg. De olyan horror árak, hogy... Én csak pislogtam, hogy ilyen tényleg van. Ave. Over there. Éva, ott. Looks like this old generator still works. Még mindig működik a régi generátor. Sam visszavonulása. Hátra hagytak minket. Mind eltűnünk, minden elvész. Nincs, tehát nincs célja, nincs értelme a küzdésnek. Nézzetek szembe vele. A bánat és a félelem csak a halál által lesz megszüntetve. Aha. Ha oda beugrasz. Szerintem oda mindjárt beugrunk, csak a generátor lehet, hogy kinyitja nekünk, nem? This is how we operate the lift. I hate things like this. Why?
így kell működtetni a liftet utána ezeket a dolgokat. Miért sose láttam még mozika? Klasszikus izé ez, trope ez, aha. Figyelj, hát az van, hogy amikor leengeded a liftet, akkor kinyithatod, hát vagy belokkolnak, mindegy, kimegyünk így. Nézzük meg a láda tartalmát előbb. Szerinted a Ubisoft miatt történik ez, hogy ennyire szuper drága? Ebben csak gold volt, de nem kevés. Nézd már, több ezer. A Ubisoft veri fel ennyire az árát. Hogyha leindulunk a lifttel, úgy látom, hogy négy enemy fog majd feltámadni és támadásba lendülni. Lokkolva vagyunk, nem tudok moccanni sem. Azt mondod, hogyha előfizetsz a Ubisoftnál, akkor megkapod a játékot, legalábbis a jogot, hogy játszass fel egy ideig? Tömlik a vér annak a szájából. Azt mi megyünk egyre lentebb és lentebb oda, ahol az Alpha 4 ibára számítunk. Hoppá. És most ezzel lehet valamit kezdeni. Sőt, ezzel kell is valamit kezdeni, igen. Csináljunk egy ilyen fejlesztést, mielőtt felkeltenék a hullákat itt a környéken. Így. Látod azt az attack speedet? Hát wow. Az overdrive az nagyon-nagyon megy. Nagyon-nagyon megy. Megöltem, de felmászott a testére. Hú, ez nagyon jó ez a fejlesztés. Ez iszonyat nagyon kemény volt. Nem is tudta időben feltámasztani ezeket a hullákat. Próbáljuk meg újra használni azt a lift kart, oké. Benne lesz? Na hát azért az... De milyen verziója? Gondolom nem a Deluxe a 60 000-es, hanem biztos csak az alap, nem? Alul van egy lépcső is. Ha esetleg... Ha nem, csak úgy tűnik, mintha lépcső volna. Nem tudsz kiugrani erről. Nyithatjuk már is a szerkezetet, megnézzük az új ruhákat, amiket szereztünk. Kicsit túl csöndes ez a környék. Space Marine 2 nagyon várós bizony. Az a metafora az micsoda? Azt nem ismerem. Resident Evil-os lift, igen. Kiérszakitekkel maxon vagyunk. Szereztünk szerintem új. Van 3 csillag, ja nem, mindegyik dress 3 csillag. Melyiket kaptuk meg? Daily Force-t. Egyébként ez nem rossz. Kár, hogy itt nem lehet rápörgetni, hogy hogy nézzen ki, tud így körbe menni. Ez a maszkot is meg lehet. Lehet, hogy ki kéne nyitni mindegyiket, és akkor kinyitnánk mindegyiket, akkor tudnánk, hogy mely ruhák nincsenek még kinyitva. Melyiket kapjuk meg, nem? Nézzük meg. Cybernetic. Nem veszük fel, de látjuk, hogy milyen. Amúgy csinos. Jó, de ennek a karakternek mi az, ami nem áll csinosan, nem? Ugye ráadod a izédet a lekoszlott, elhasznált ingedet, azzal is csinos lesz. Hát ez is teljesen jó. Beszarsz. Nézd azokat a thick combokat? Hát szinte összeszorítják azok a térdzoknik, vagy nem tudom minek nevezzem ezeket. Őrületes. Gagyi ez a ruci? Te vagy már egy gagyi! Nem vagy az, csak... Miért is ez jó? Hát azért itt egyszerre van kombinálva a praktikum, és a sexiség, ugye? És ez? Ez vajon milyen hátulról? Ennek a színe ronda a zöldnek, aha. Hát azért itt vannak kitalációk. Planet Diving, Second. Ez is teljesen olyan, mint valamilyen, nem tudom, űrbigyula. Melyikre voltunk kíváncsiak nagyon? Erre? Mert ez olyan, hogyha hátulról nem is fedni semmi. Érdekes. Exospine, az most nem kell. Drone fejlesztések közül van kettesünk. Overcharging, Guidance System. A Slugból kellene több ammó, de nézzük ezt a Guidance upgrade-et. Ja, Istenem, mesztelen vagyok. A drón el is sült. Equipment, Exo, nem, Exterior, Planet Diving,
így meg lehet nézni őket. Na, hát erre voltunk kíváncsiak, igen, hogy leginkább most ezek hátulról hogyan vannak kitalálva, mert oké, hogy látod szemből, a karaktert mindig hátulról látod. Ezért mondtam, hogy vad ez a ruha, mert azért itt nem csak, hogy egy kicsit így a combnál ott ezt a kis ízét, gyűrődést látod, ami már a fenék kezdetét akarja jelezni, nem, itt teljesen egészen ánuszig látnál fel, hogyha nem lennél esetleg, vagy nem lenne ott esetleg valami. Ez a kis szoknya, ez azért nagyon vad, szintén. Ezt néztük, hogy itt lelógó elemek is vannak. Ne nézz oda! Hova? Hát jó, ez a bunny, ez nagyon bunny, azért, oké. Okay. Cyber Magician, nyilván ott van kettévágva, ahol megállunk néha kakálni. Hát mindig az alapruha az szerintem, ami a legmutatósabb, vagy hogy mondjam, ami a legjobban áll rajtunk, nem? Fast Travel Sis. Nem. És pihenés után skillpontok nem kellnek, lehet, hogy bemegyünk még a shopba, aztán akkor harcoljon. Ja igen, amit hallottunk, ezt a zajt a csatornán, az Airborne Squadnál, igen. Analizáltam a mintákat, és a zaj lefordítva azt mondja, hogy ölj meg. Szia Bensi, jó estét! Hát többet tudunk majd meg, hogyha contamination forrásáig eljutunk. Kíváncsi vagyok, mit jelent. Hát láttunk valakit felkenődve, ugye? Valahol csapdába esve. Aki azt követeli, hogy gyilkoljuk meg. Egyes pénk van, most nem kell. Shop. Megveszik a pumpákat, slugból. Többet nem tudsz viselni. Na, de most miért lép ki ilyenkor? Metafor lesz Atlus új ajándéka? Nem új játéka? Nem béna nevet kapott? Mi az az Atlus? Nem kell itt vásárolnunk semmit, tele vagyunk mindennel. Jó, tehát így jöttünk le, és gondolom, hogy akkor erre megyünk tovább. Szerintem ez egy boss aréna lesz. Csöndesen, ott előtted. Az mi? Itt ül valaki a trónján. És nagyon mérgesnek néz ki, igen. Hajaj! Beszarás. Ez nagyon tetszik. Nézd, mi benga. Flagmában ült a boss, igen. Very big. Na, hadd szóljon. Jagger. Aha, ez kemény támadás, kemény. Esküszöm, hogy védekezem, haver. Ez nem lehet. Az komolyan odalép, komolyan. Annyira szerettem volna előrelépni. Counter move-ra, de nem engedte meg. Ezt előre kellett volna, nem hátra. A lila hátra, a kék előre, ne felejtsük el. Várjál, most a kékkel toltam hátra, azt jól csináltam vajon? Most miért nem volt ez jó? A pályáték fejlesztő. Milyen játékai voltak eddig? Kíváncsi vagyok. Na még egyszer. Na és akkor most beleadunk mindent, most már nagyjából láttuk a támadásait. Nem veszettük el a béta energiánkat. Na mutasd, gyere! Jó volt. Ó, hogy neked ilyen távolságid is van, ezt eddig nem hiszem, hogy láthattuk. Ezt szereti nagyon. Nem adta be. Fel vagyunk teljesen gyorsulva most. Miért nem húzza meg hátra magát? Nem értem. Ezt.
ott is van. Vigyázni. És egy lángborul a környék a Juggernaut támadása által. Akkor is eltalálsz, hogyha fára mászol. Aha, hát ez akkor is eltalálta. Jó a zene. Pörgeted? Nem pörgeti, levágja. Miért nem védekezik? Nem értem. És ilyenkor hátra is vág egyet, hogyha rákántra az. Na jó, kezdjük el a védekezés technikáinkat kissé jobban odafigyelve használni ellene. Nincs a pillem sem? Nem, miért nem védekezik el? Éva, mi van veled? Kétszer, háromszor, jó. Kissé kiszámíthatatlan kombókban van, de nagyon tetszik, mert ezzel nehezebb lesz jóval, mint az előző boss, a Stalker. Lehet, hogy ez az, ami védi azt a figurát, akit nekünk meg kell találnunk. Lehet, hogy utána ott már nem is kell küzdenünk az Alpha Native-ával. Nem lehet, hogy ez maga az Alpha Native-a. Shin Megami Tensei. Az honnan ismerős nekem? Érzékelem, hogy néha jobban megéri elmenekülni ezzel. Miért nem mész be? Jaj! Ennek abszolút nem így kellett volna megtörténnie, de menjen! És most! Érekezz, kérlek! Az tűz! Jaj, nem mondod, hogy onnan megölsz! Ezt nem érte meg így. Aztán egy kumpát. És vigyük le! Két energy használt, amit eddig nem használtunk, most pedig kell beletenni. Még visszaköltető lesz később. Újabb fajta támadás, eddig ezt nem láthattuk. Lehet lövöltözni is. Au. De miért nem akarsz odébb állni, kérlek? És most. Egy, kettő, három, dupla. Kérlek, védekezz már valahogy. Miért nem teszed meg? Hát itt totál nem értem most a... Egy, kettő, három, négy, öt. Nem védekezik, hát nyomom a gombot neki. De mehet. Most már lehet, hogy be is fejezzük, hogyha ez így alakult. Vétából talán be is tudnám amúgy. Meg főleg, hogyha lövöldöznénk rá, ugye. Ezt még innen is megcsinálja. És most. Ott a befejezés. Nem rossz, nem rossz. És a saját fegyverével verte szét a fejét. Ez olyan volt, mint Kratos az ógrék ellen, vagy nem tudom, trollok ellen talán. Pontosan olyan volt saját fegyverrel szétcsicskítani. Közel volt. Kemény ellenfél. Jól vagy, Eva? Igen, menjünk tovább. Lehetett látni, hogy mekkora erő van a kezünkben, hogyha a beta energiát tényleg
szabadjára engedjük. Sokáig félre, vagyis hogy visszatartottam, mert kíváncsi voltam, hogy mi lesz még ebből, mit tud csinálni. Hát elég rendesen meg tudott minket csinálni, ugye. A pumpa elhasználás, meg a béta energia felhasználásával azért könnyedén. Meg hát az, hogy lövöldözöl, hát így. Mondom, hogy a karakteredet szarrá tudod tápolni ebben a gémben. Persze ebben lehet, hogy az is közrejátszik, hogy nagyon sokat csináltuk a mellékküldetéseket is, és megkaptuk a rengeteg pontot, tudod meg. Tehát, hogy feltápoltuk azért magunkat szépen. Van egy fegyverfejlesztésünk is ennek köszönhetően. 770-es támadások. Egyre jobban eltörpül az a gír, amit magunkba tettünk, hogy 90-es extra bónusz damage-et okozunk minden egyes csapásnál. Hát van bent, úgy látom, egy felveendő? Jó kérdés. Felveendő szerintem, nem? Felvévendő? Melyik lesz az igaz? Melyik a magyar? Segítsetek! Egy can, amire szükségünk van. Ez egy gyömbérsör volt. Szoktatok inni gyömbérsört? Legkirályabb dolog. Én imádom. Nagyon-nagyon jó. Főleg az eredeti, amin tényleg érzed azt, hogy gyömbérből van. Nem csak az íze, hanem a csípőssége is ott van. Jaj, nagyon király. Elkáposztásítottalanítottátok. Igen, az. Ott is van egy láda bent. Semmilyen loot nem maradhat el vétel nélkül. Omnibolt van benne. Az is érdekes, mert azt már kimaxoltuk, és ráadásul kettőt is kapsz itt ennél a résznél. Remélem, hogy később még lesz haszna az omniboltoknak valamilyen formájában. Fel lehetne menni oda a lépcsőn, arra lesz a továbbjutásunk is, de ott is van egy létra, és én erre is kíváncsi vagyok, úgyhogy hadd szóljon. Hogy rászaltózott. Hát fiatalabb koromban még talán én is meg tudtam volna csinálni, de ma már... Ott annak a járatnak a végén. Most már nagyon kíváncsi. Jaj, nem mondod, hogy ott is van egy krét. És ez itt van bent ebben. Na, ne tapizd, nyugalom. Nyugalom, meg vagyunk. Ezekből lehet a ruhákat kinyitni. Semmi humán, semmi test. Béta, egyéb kor. Burst Energy Core-ra is biztos lehet majd valamilyen formájában rágyúrni. Bár az nem annyira tápolódik. Nem tudom, hogy mennyire érzékelhető, hogy Burst Energy sokkal kevesebbet kapsz, mint bétát. Persze lehet úgy játszani, hogy kap azt is. Ez micsoda? Mehet a breaching. Majdnem! Újra! Éppen hogy csak, de megvan. Hát, polimer matériák és pénzek vannak ebben leginkább benne. Érdekes, itt volt a megálló pont, és most rögtön adnak egy másikat is. Kinyisd, és utána le is ülhess. Hát gondolom, hogy leülni érdemes. Menteni, ugyanis ilyenkor szokott a játék. Ha tovább megyünk. Remélem, hogy tényleg semmit nem hagytunk az előző részen a bossnál. Lift út egy lift nélkül? Mi van? Rossz hírek vannak ráírva, azt mondja. Miért? Hát, hogyha felhívod, akkor ez nem jó. Terület lezárva. Hát, hogy azt akarja, hogy menjek le. Igen. És ennek víz van az alján, meg egy krétot szemben. Damn, it's been flooded with water. Francba elöntötte a víz. Jaj, barátocskám. Már megint.
Megint nedvesek leszünk, istenem. Emiatt már volt sírás előzőleg, ugye? Shield Destruction Gear. Van lent. Rengeteg zseton. 3 SP, azt el lehetne költeni. Lehet-e itt lentebb buszni vajon még? Ha lehet is, akkor értelmét nem sokat látjuk. Jó, akkor balra buszunk el, tovább megyünk. Kisebb gyors úszásokban. Vigyázzunk, hogy nehogy valami a víz alatt maradjon esetleg. Let's try scanning. Próbáljunk szkennelni? Hát mit csinálunk? Jaj! There are three gates and a bunch 3 kapu van, meg egy csomó másik dolog is. Prioritás. Kijáratot találni. Abban mi van benne ott? Innen alulról kell beúszni? Aha. Advanced Nano Element. A kis vízi látvány. Hiányzik a Super Mario 64-nek a vízi világ zenéje. Ezekről a részekről. Ez támad? Ez támad, igen. És ez az, amit nem szoktunk szeretni, ugye. Egyáltalán nem szoktuk szeretni. Na, itt a szemét. Még azért meg tudod ütni még egyszer. Az ott nem robban. Ezeket ki lehet nyitogatni? Ó, a kis droid ott van benne. Küzdött volna az életéért, de nem annyira jött neki össze, és ebben mi lesz? Az baj. Azt hittem, hogy rám rásolnak azonnal, de nem. Tumblr Expansion. Lesz itt fejlesztés hamarosan a healingjeink számát tekintve is. Ott van egy olyan szar, amit ki kell írtani. Ott van egy humán alul. Mindent szépen sorjában fedezzünk fel. Nagyon tetszik ez a Matrix 11-es terület. Sokkal jobb, mint a teljesen nyílt open areák. Ennél a résznél az élvezhetőbb, mint az a rész volt, szerintem legalábbis. Nem volt rossz az sem, de egy kicsit túl volt tolva talán, hogy időhúzás, hogy össze-vissza mászkálhatsz, és olyan labirintusosra lett kitalálva az egész. Itt azért nagyjából lehet haladni. Nem, nincs ez túl gondolva. Játszható, élvezetes, látványos, király. És magunk alá kéne nézzünk, ugye? Csak hogy itt nem lenne semmi. Oké, akkor most fog menni az a szörny bigyula. Ki tud így ugrani, szaltózva ugrik ki a vízből? Milyen erőhatás kell ahhoz, hogy kiszaltózza vízből? Azt hiszem, hogy valami veszi le itt a HP-m. Vajon a vízben tudsz inni HP-t? Nézzük meg. Nem. Mert a vízben nem is nagyon szoktak megtámadni, ugye? Na itt mi lesz? Extrém polimer matéria miatt jöttem ide be. Érdekes. Biztos, hogy nincs itt semmi más. És csak, ott valamit jelez a fal. Valamit jelez, hogy ott valami nekünk kelleni fog, ugye? Ott egy nyíl is mutatja, hogy itt balra lent van valami, nézd. Nem. Pedig olyan, mintha nyíl formában lenne az a szerkezet megfestve nekünk. Ott van egy enemy, akivel nem is találkoztunk eddig. És lehet tovább is menni. Most visszanézünk egyszer utoljára. Ott van valami, de nem tudom meghatározni, hogy mi lehet. Ja, azért, mert kinyitottuk, de nem mentünk be ide, ugye? Aha. Igen, szerintem ez egy... vagy shortcut lesz a jövőben, vagy pedig innen mehetünk be valahová. Ez vagy valami, vagy megy valahová. This
forget about the broken door for now. Jó, az elromlott ajtót felejtsük el egyelőre, mondja. Ő társunk Ádám, pilóta fülke, sztárja, izomgörcsök királya kb. Színhüvelygyulladás mestere. Inkább busszunk le, ez így látványosabb. Van valami nagy. Lehet, hogy nem szeretsz úszni. Nem tudom. Az, arra gondolok, tőle, amikor megszülettem. A vizek itt általában nem fertőzöttek? Hát nem túl jó a testemnek. Ez mi? Ebbe bele lehet úszni, és nem raktak bele semmit sem. Na hát. Popó világítás mestere, igen, igen, igen. Nyilván most is azt kamerázza, látod? Hát abban az irányban semmi, de ezek a sárga festékek annyira furcsák. Nézzük ezt az ajtót is, a másikat ugye nem sikerült kinyitni. Ide kell egy biztonsági kód, ezt honnan tudom? Haha, igen. Rendes inspekciót fog adni, azt mondja, hogy jól megnézi. Itt valuable-ek vannak bent, értékes dolgok. Au! Au, te hülye! Busszunk ki azonnal? Ezt hogy sikerült? Hogy sikerült ezt megcsinálni? Ez most komoly? És még ez is él. Tápadtunk, de semmi baj. Ez egy szar hely, mert itt nem nagyon tudsz mocorogni. Akkor is eltalálnak, hogyha nem szeretnéd. Meg mivel különböző magasságokban állnak a lények, nem mindig regisztrálja a csapásodat. Csak itt mi lesz mögötte? Még egy HP-t elhasználunk, ott szemben van valami kék bigyula, ott van, ami nekünk kell. Ez még mindig él. Elnézést. De milyen csöndesben nyomta, nem? Lehet, hogy azt hitte, hogy hú, haver, elfejtette, hogy élek. Oké, semmi baj, maradjunk most egy kicsit csöndben. Lehet, hogy túlélhetjük ezt. Hát nem annyira. Ajj. Lehet, hogy tologatni akar megint? Aha. Ilyen bigyulákat, amire rá lehet mászni. Szegény szörny. Ez remélem bodycore. Na lássuk. Ott is van. A HP cheat megnövelése. Ez szerintem a level 2 már, talán. Ó, nagyszerű, nagyszerű emelkedések. Van lent egy humán, azt le kéne látogatni. Csuklom. Még jó, hogy nem tudunk megfulladni, nem? Mert nem adja be az R2-t. Most tényleg nem adja be az R2-t. Nem engedi, hogy megnézzem. Menjünk hátrébb. Na azért. Azt hittem, hogy tényleg nem fogja beadni. És megvan a PSGO kód a gate 4-hez. Na most már mehetünk. Már is. Jön, hogyha még egy kicsit jobban körülnézünk, csak egy picit. Értem, hogy miért, mi célból. Az, hogy rendesen átkutassuk a környéket, ez a minimum. Aha. És oda, hogy ússzol be? Itt alul, igen. Na, ez mi lesz? Van egy ládánk, de itt egy nagy ládát is jelzett amúgy, nem? Igen, ez valamiért ilyen nagy ládaként van regisztrálva. Ezt ki lehet itt nyitni? Nem, ez sem lehet. Ez a láda, ez valami furi cucc. Mert hogy ki lehet nyitni? Ilyet sem sűrűn csinálunk, hogy
Ja, mert hogy van benne nekünk egy kis advanced polymer matéria. Tehát, hogy úgy regisztrálta, mint egy nagy lootboxot, ugye? Egy nagy crate-et, aha. Jó, de hát gondolom, hogy akkor itt már nincs dolgom, ugye? Mhm. Na nézzünk körül. Arra lenne a továbbjutás. Hogyha azzal megvagyunk. Még azon kívül lehetne itt elől valami. Alul van egy bitcoin, de szerintem azt most kihagyom. Itt lehet, hogy... Hát, hogy alul kell átúszni ott. Aha. Ó, ez collectible lokáció. Még tök jó, hogy a scan most már bejelöli őket, mert amúgy nem venné részre. Ez nagyon hasonlít arra a gyökbércsőre, amit az előbb említettem. Nem is tudom, hogy milyen márka az, de nagyon tudom szeretni. Olyan ritkán... Ó, drone upgrade, de jó. Ritkán jutok hozzá. Ilyen kis 033-as, mint amiket itt gyűjtögetünk. Dobozban van, és... Lehet, hogy valami Captain... Itt a Captain Jamaica. Viszont és így érzed, hogy lemarja a torkodat egy idő után. Finom, mint az állat. Nagyon király. Imádom. Szerintem az egyik legjobb ital, amit valaha ízleltem a kis bimbóimmal. Nektek is van bimbótok? Hát ez csak egy nanoelement. Nem, hát nem éri meg feltétlenül ezeket megnézni. Ha csak nem, raknának valami lort ide, tudod, tehát így olvashatsz a falakon valami feliratokat, hogy vérrel ki van kembe, melyik a legjobb italpont, azt nem hallottam. Ez a gyömbérsör, az az igazi gyömbérsör. Azt mondja, hogy így, lambda. Ígyni. Neked van olyanod, Captain Jamaica-d? Milyen jó az. Alattunk semmi, ugye? És mögöttünk sem semmi. Nézzük meg, hogy mi van itt, hogy kinyitottuk ezt a helyet. Nem is sörhöm, hogy gyömbért szört, nem? Nem szört. Ez egy... Olyan, mint hogyha izét innál. Csak le akarok fürdeni, mondta közben a hölgy. Szóval, mi a fenét innál? Mondjad már mit. Minek van gyömbér? Van szerintem, volt régen legalábbis Webs. Mi volt még? Kinlinek is talán van? Nem tudom. Fogalmam sincs, ma már nem tudom megmondani. Nagyon régen ittam ilyeneket. Burst Energy. Kell-e esetleg? Ez nem annyira, ez a fenti, ez a Descending. Crushes the enemy. Hát nem tudom. És hogyha nem ezekre mennénk, hanem inkább még a bétára tolnánk egy kicsit, ez a beta fenti. Shield damage boostban visszaszívsz beta energiát. Erre mindenképpen érdemes rámenni, hogy ezeknek a nyomkodásánál több beta energiát szív vissza. Lehet egy chain-eket nyomogatni. Nem érzem úgy, hogy most szükségem van azon a burst-ön kívül, tehát amit kimaxoltunk, ezt a két ágat. Nekem ez a fenti kettő nem kell. Ugyanúgy, hogy a beta esetében is csak egy ágat nyitottunk ki, és maxoltunk ki, ugye? Utána rögtön lett 30 SP-nk, és azt meg bele tudtuk rakni a Birds-be, emiatt olyan szupererős most a karakter, mint amennyire az. Ja, bimbód van, bocsánat, az nem is, nem. Az nem gyömbérször. Szerintem itt most felesleges elkölteni bármire is. Lehet, hogy valamikor megérkezik majd a következő talentfa. És akkor abba kellene már inkább investálnunk. A végén úgyis annyi lesz, hogy lehet, hogy ki is maxoltad az egész talentfát, ugye, hogy van. Persze minden farmolás függvénye. Én meg azért annyira nem farmoltam eddig sem. Azt mondja, hogy a légiós 5-16-os emlékei. Szóval, hogy fegyvereket adtak a gyerekeknek, az egyik, aki meg volt ijedve, könnyekben tört ki, szegény gyereket elvitték, és soha nem hallottak többé róla. Egyáltalán próbálunk küzdeni még a szörnyekkel, vagy mi magunk válunk szörnyekké. Tehát megették a gyereket. Mi a fenét lehettek itt lent? Mert tényleg nem látszik, hogy termesztettek valamit, ugye? Mi van?
Ajaj. Azt mondta, hogy it's a trap. Ide. Kisebb szétnyíló lábak. Megüti a hordót. De berobbantotta maga mögött az utat. Jaj Istenem. Éva. Hol vagyok? Összeomlik, szaladj! A kis segencsúszás. Milyen anyagból lehet a segünk, hogy soha nem karcolódik meg? Hoppá hoppá, erre vigyázni kell. Tudok el lassítani. Wow! Ilyet még nem is láttunk. Ilyet még soha nem láttunk, nem még egyszer. Lehet-e lassítani? Nem lehet lassítani, ezt nyomni kell. Pedig jó. Nagyon jó. Megvan. Istentelen be lettünk darálva. Szerintem úgy szoktak megszabadulni a szennyvíztől, meg a kakától. Nézd fel! Elég hátszín mozdulatok, nem semmi. Hát iszonyat király ez a játék. Iszonyat látvány, iszonyat király. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és nagyon látványos volt. Ezt nem fogjuk itt hagyni. Drón upgrade modul volt benne. Ja, hogy itt kellett volna körbe szaladni? Én megoldottam egy huszárvágással. Alul nincs semmi, tehát hogy... Mármint nem a karaktered, mert rajta tudjuk, persze. Nézzük meg ezeket. Most fordult meg. Lehet az ember. Lehetne nyomni egy ilyet? Nézzük csak meg. Történik? Mi az, hogy azonnal felrobbant? Ah, azt hittem, hogy nem így fogom megjátszani. Halott vagyok? Nem. Én győzök. Utasd! Most! Én így szoktam győzni. Na gyerünk! Ott is van! Kemény szétvágó. Ezek a shieldesek a legrosszabb enemy típusok az egész game-ben szerintem amúgy. Amint hogy körülményes velük küzdeni, nem rosszak, csak körülményesek. A drónos csak szkennel. Nézd csak! Most ott van a kezemben, látod? Ugyanúgy, mint a Nier automatában, itt is használhatod a drónod a tüzelésre. Csak limitált munícióval, de különböző muníció típusokat tölthetsz fel benne. Szóval, ha nem akarsz esetleg nagyon a közelharcba bocsátkozni, vagy le akarsz rövidíteni egy boss fight-ot, anélkül nagy sebzéseket néznél be, megteheted. Extreme nano element. Vissza, itt van egy ember. Nem vettem volna észre, hogy itt fekszik. Közeleg a halál, egyedül vagyok ezen a mély helyen. Úgy érzem magam, mint egy gyermek, akit hátrahagyott az anyagömb. Szóval, hogy az ő kegyei nem érik el a mélységeket, anyám. Kár, hogy magától nem lő. Hát ott már nagyon nyír lenne. Közel volt. Milyen, hogyha egy kicsit lenyugodnánk, kicsi szünet? Hát nem tudom, mi volt ebben a közeli két béta támadásból, meg volt az is. Furi. Hát, hogy nem állhatunk volna jobbra-balra, és akkor... Nagyon közel vagyunk az alfa hullámhoz. Mi néz ki, hogy az alfa nétiba? Ott van a lépcsők tetején. Na most következik akkor, ami még nem volt. Most megtudjuk, hogy miért jöttünk ide. Nézd, Éva! Ez még egy ilyen légiós. Legacy. Hallgassuk meg! Talán végre megtudjuk az utolsó
Legacy-nek a rejtélyét oldani. Várjál, mert hogyha itt lejátszod, lehet többi nétivát is provokálni fogja. Az Alpha Core után még lesz időnk megnézni. Igen, egy őre. Arra kéne fókuszálnunk, hogy az Alpha nétivával szálljunk szembe. Megtartom, addig is menjünk. Nem értem, miért mondta ezt? Nem lehet, hogy le akart minket beszélni valami miatt? Hogy nem most hallgassuk meg, hanem utána. Szerintem Ádám tud valamit, amit nem akar megmondani. Alakítja szerintem úgy a szálakat, ahogy nem feltétlenül szeretnénk, hogy alakítsa. Maximum 32 stingert viszel magaddal, 8 stingert rálokolsz a célpontra a range módban. Hát figyelj, én azt mondom, hogy slugból szeretnék inkább 50-et vinni. Ebben a ruhában hova rakja el? Nem, ez nem kérdés. A kardunk az a hajunkban van, figyelj. Mindent meg lehet oldani. Legyünk még egy csomó slagot. 50. Nem vehetsz többet, jó. Ebben a játékban nincsenek ilyen kérdések, hogy hová rakja el. Mindig a legszűkebb helyekre. Ezek a waypointok most kinyíltak. És... leülünk és megyünk már is. Na lássuk ezt az Alpha Native-át. Már megküzdöttünk egy Stalkerrel, megküzdöttünk egy Juggernaut-tal. A következő ellenség, akivel megküzdünk, az Alpha Native lesz. Itt lehet, hogy lesz még egy bétakor fejlesztés, miatt ez megtörténne. Ha csak nem Buddy-ra nyomunk megint. A béta a sűrűben jött eddig. Szerintem ez is béta lesz. Nem, érdekes. 2 body core volt ezen a helyen. Még 2 kell, hogy a max HP-nkat növeljük. Akkor nem felváltva jöttek, hanem 2 ilyen, 2 olyan, hogyha odafigyeltél. Mi ez a hely? Ősi víztisztító rendszer. Ez lesz a forrása a fertőzésnek. Igen, végre itt vagyunk. Ott szemben, ott lóg valaki, akit láthattunk ugye, ő az, aki az Airborne Squadnak a rádió csatornáját használta, hogy ilyen furcsa zajokat. Mit csinálsz? Mi? Még szerencsé, hogy ott léptem ki, arra normális vagy? Ha nem mész fel, hát akkor mehet, ez a boss aréna. Valami lógott a levegőben. Tudjuk, mint egy ember lenne. Szerintem él is. Ez a izé, Tachi. Ez a Tachi, aki a játék elén az Elder Native-ba, akit levert, tudod? No fucking way. És ott van. Mik ezek a cuccok, amiket ráerősítettek? Tachi. Hogy lehetsz te itt? Az Alpha szignál az égben van már. Ez egy Alpha Native, ez a csaj. Wow! De rohadt királyú néz ki. Hát mint egy Transformers úgy alakult át. Egy Transformers többes számban, egy. Nézd az arénát, ahogy hullámzik itt a füst. Tachi, beszarsz palásod is, mi pengéje van? Hát Sephirot elmúlhat. Wow! Nagyon metál. Úgy tartja a pengét, mint Malenia. 3 támadás, a második 2 gyorsabb. Feltöltött, semmi baj. Ott a healing és mehet tovább. Nem, ezt dodge-olni kell, bocsánat, ezen még nincs semmink. Később persze lehet, hogy lesz. Ó, nem mondod. Elrotottam a bétát. És most. Animációban van éppen, és aha, ezt ki kellett majd dodge-olni, amikor lemegy a shield-en.
visszateleportál a széléről a közepére. Csinál. Semmit. Na gyere, mutasd! Második a duplántó. Gyorsan megy le a siegye, amúgy nagyon metál. Nagyon jó. Ó, ez nem a távolságia. Nagyon szép. Egyet lemegy az a shield. Hívás, hátra. Na ez mi lesz? Elrohadjuk. Örülök, hogy ezt nem quick time event-re oldották meg. Nagyon olcsó lett volna. Összeomlik, óvatosan! Mi nem azt akarod mondani, hogy vége van? Lejön velünk vajon? Ah, lejön, de most repül! Wow! Acsi, beszarsz! A legkirályabb boss design eddig a játékban, nagyon-nagyon jó. Hát nézd meg ezt. Phase 2. 50% HP-tól. És egy nagy kemény szúrás van ott még, jó? HP. De jó lett volna, ha nem most nyomom el, ugye? Komoly. Valami történik vele. Valami történt vele. Atya úristen, valami volt. Esküszöm, hogy védekezem. És nem adja be a védekezést. Ez hogy történhetett? Hát ez azonnali fullba használatok. Nem adta be. De miért nem védekezel? Hát esküszöm, nyomogatva van a gomb. A végső fázisba fogunk beérni már is. És hogyha használnék egy ilyen ultimate támadást... Jó volt. És most! Nem mondod, hogy nem. Jó, megadta. Oké, és most ezt. Nagyon szép. Jó, és most. Lepéztük. Letépi a szárnyait, mint Kratosz a izéknek. Valkűröknek. It's over. Vége van. Yes. Igen. Pedig még nagyon néztem volna ezt a fightot. Eva. Eva. The subjugation is being lifted. Szóval, hogy most már nem... Mi ez a subjugation? Nem arra gondol, hogy most már nem alattvalója a Nate Bucknak, hogy ilyen meg volt szállva az esze, vagy valami ilyesmi? Hogy már nem irányítják. I've been waiting. Vártam erre a pillanatra. Now you can rest. Most már pihenhetsz. Yes. My Eve. Igen, én Évám. Mióta vagyunk milyen viszonyban? A parton találkoztunk, ennyi volt. Kösz, hogy kiszabadítottál. I have a favor to ask of you. Egy szívességet szeretnék kérni. My memories. Az emlékeim. Mother Sphere. Anyagömb. Can you send them to her? El tudod őket küldeni neki? Will the memory stick be destroyed? Vagy elpusztítják a memory sticket, mert már megfertőződött? No, it won't be. Nem lesz. In that case. Ebben az esetben.
I'll be floating among the stars. Fent fogok szállni a csillagok között. Az űrben. Vagy hát ott fogok lebegni, floating. I promise, Taki. Megígérem, Tachi. May your memories live on. Éljenek tovább az emlékeid. Forever. Örökké. Nagyon-nagyon király lett volna ez a boss fight, hogyha hát nem adtunk volna bele mindent, hogy megöljük őt. De beleadtunk mindent. Kaptunk egy weapon core-t, úristen, mennyi mindent. Combat supply, gear, burst, expansion, az a combat supply az harmadik fokozatú. Mindenféle matériát is adott ő. Még nagyobb támadás, most már 800? Nem tudom, 10-es támadásaink lesznek? Nem volt erős boss, sajna, azt mondod? Voltak azért, figyelj, pumpát azért bele kellett tenni. Tehát voltak ott támadások, mondjuk ebben az is benne van, hogy elsőnek találkoztunk vele, tehát lehet, hogy később esetleg már máshogy alakult volna. Csak most ezzel a cuccal, amit itt felveszünk tőle, visszajövünk ide a bárkához, és odaadjuk ezt az öreg prófétának, hogy egy kicsit jobb rálátása legyen, ugye? Arra, hogy hol van a többi alfa native-a. Megvan a 2 a 4-ből eddig. Most lehetünk kb. A játék felénél. Egy Airborne Squad tag, aki önmaga is alfa native-á vált. Vagy ez az Elder munkája lenne? Ránézhetnék az emlék stickjére. A stick az egy furcsa dolog. Minek fordítanád? Hiszen az USB stick sem egy bot, hanem egy kis dorong. Másnak érződik az Eldertől. Itt tudom venni egy Nétibának az alakját. Akinek fekete szárnyai vannak. Az volt az, amelyik Tachival megtámadott minket. Muszáj, az legyen az. De miért? Érzem a gyűlöletet, de nem érzem a forrását. Miért gyűlöl minket? Nem szokatlan a Nétibák számára, hogy... Nem tudom, mi van az emberekkel, de hogy ez... Nem tudod meghatározni, hogy hol van. Személyes kapcsolatának még nincs így a letapogató sugarában benne. És a többi alfa nétibá sem tudja. Hát akkor kell még egy hypercell. Soha kellene mennünk ezúttal. Ezúttal a hypercella a legkeletibb részein van a sivatagnak, az Abyss Levoirban. Ez sem lesz könnyű, mondja. Siessünk. Ja, igen, nyomod. Hát most a városban tutira megkapunk megint a világ összes mellékküldetéséből 23-at. Moki, mondj pár kedves szót nekem. Szeretlek, Iván. És hallgatok a haverjaim. Vagy a dorongokra gondolsz? A kis USB stickedre. Visszajöttünk a városba újfent, és újfent dolgunk is fog lenni. Vagy lesz. Fog lenni, vagy lesz. Személyes tapasztalatod, hogy nem lesz könnyű, az egész nem egy könnyű küzdelem. Én ezt tudom, de megígérem, hogy meg fogom találni, és megfizetetem vele. Ez olyan fajta hiba, amit nem tudsz kétszer elkövetni. Mit mondtál? Semmi. Készítsük elő magunkat, hogy menjünk a Levoirba. Gyere el a biztonsági, kis biztonságos zónánkba. A búvó helyünkre, hogyha készen állsz. Oké. Kell egy kis lelki boost? Van. Te vagy az egyik kedvencem. A vészkórus tagjai közül. Nélküled nem is tudom, hogy mi lenne itt már. Hogyha te nem lennél, nem lenne kivel esténként filmeznem. Szomorú lennék, hogy esténként nincs kivel ordibálni magamban, hogy már megint filmet kell vetítenem, és hogy nem találok semmit, és érted ugye? Érted? Hát nincs még egy olyan ember, aki 6 kismacskát etett egyszerre. 2 melbimbóról.
ezen a screenen vannak betűk, nézd csak. Hát igen, jelszó lesz az. Kicsit tovább kell nyomozni ettől. Az Ark-nak a puzzle-je, okay. És akkor az eddigi monitorok, amiket eddig a városban találtunk, még nem mutattak semmit, de most már de. Öt cumival, egyet fecskendővel. Persze. Persze. Kihasználod szegény kis macskákat. Nem tudják még, milyen az igazi anyai emlő. Gyerek, az anyuk egyébként ott van? Vagy csak a kis macskák vannak nálad? Ne aggódj, megnőnek, aztán majd jól a fejedre fognak nőni. Ott is van egy kód, nézd csak. Ez a 2/6-os. Elkezdtek már nyers kajázni. Tényleg a világ összes küldetését megkaptuk, látod? Beszarsz. De fele gondolta volna, hogy ez a Wastelandhez képest ilyen rövid terület lesz a Matrix 11. Tehát végigmentünk rajta, volt benne 3 boss, rengeteg fejlesztés. Azt gondolom, hogy kb. Bármit, amit találhatunk ott, azt felvettük benne. Kimaxoltuk talán. Te vagy az angyal. You have everything. Neked megvan mindened. Hatalmad van. Ezért tudod te folytatni a küldetésedet anélkül, hogy feladnád a kétségeid ellenére, vagy valami ilyesmi. Meg kell tennem, ezt kell csinálnom. Ezért nem adom fel. Se több, se kevesebb, igazad van. Miért beszélsz így? Mert bűnös vagyok. Hátrahagytam a bajtársaimat, hogy mentsem magam. De a rémálom még mindig kísér. Nétiba. Mit csinált? Villámokat szórt mindenhová. Egyik a másik után esett el, tehetetlenül. Mint a bowling bábú. Abban a pillanatban le sem szartam a bajtársakat, sem az expedíciót. Elbújtam az árnyékok között, visszaszaladtam Zionba. Ahol a kapitány nem tudom mit csinált. Gyáva vagyok. És még nem is tudok bosszút állni a bajtársaimért. Elég. A Nétibákhoz van ennek közel, ezt pedig nem tudom ignorálni. Merre is mentetek? A nagy sivatagnak az eltemetett romjai közé. Szörnyű hely tele mindenféle Nétibával. Oké, ide lehet fesztrevelölni? Ez már megvan ez a hely? Minden küldetést felveszünk még a mai epizódban, jó? Milyen filmet nézünk ma, Iván? Mit szeretnél? Szép lelkeddel. Másik irány, jobbra fent. Mindig eltévedek. Itt annyira kellene egy minimap, annyira nem tartana semmibe. Na, a fickó végre. Jól vagy? Mi történt az itteni játékokkal? Úgy tűnik, mindegyik el van romolva. Nem tudom többé, mit tegyek. Mindennek vége. Jade, sajnálom. Igazán sajnálom. Nem tudom, ki az a Jade, de kérlek, mondjál még. Tell me more. Just ki vagy te? Who are you? Miféle? What kind of person are you to try offering me any help? Vagy hogy? Segítséget ajánlasz nekem. Éva vagyok. Habár ez nem jelent túl sokat jelenleg, egy angyal vagy. And now I'm being offered help. Most egy angyal akar nekem segíteni. Gondolom, hogy többet nem is érdemelni. Miért csinálod ezt? Valaminek biztos történnie kellett. Volt egy testvérem fiatalabb, amikor az ég lezuhant, meghalt, és én pedig ijedve maradtam. Milyen kegyetlen az anyagömb. Mindig egyedül éltem, annak a gyermeknek az emlék dorongjával. Aztán hallottam, hogy volt egy hely, ez a Zion. Akkoriban először mentünk át a nagy sivatagon. Teddy maciba raktam bele a memory stickét. Meg akartam védelmezni. De elvesztettem, amikor megtámadtak a Nétibák. Egy homokvihar. Felkaptam a macit, és elvitte. Hát ez ugyanolyan macikat vásárolok azóta a scavengerektől. Jaj, de aha. Feleslegesen nincs bennük. Nézd, több százat is átnéztem már, de nincs jele Jade-nek. Az egésznek vége van. Ez az. A büntetés, amit érdemlek, Jade, nagyon sajnálom. Az egész az én hibám. Miért raktam ilyen dolgot egy Teddy maciba? A nagy sivatag, szent stormok, egy maci. Most, hogy említed? Szerintem találtam egy Teddy-t már.
At Matrix 11's underground hideout in the Great Desert. Helyén a nagy sivatagban. Talán ránézhetnék. Rá nincs értelme. Ez az én büntetésem, és megérdemlem. Nem tudom meghatározni, hogy ez talán az anyagömnek a büntetése, vagy valami más isteni. Jó, hát ez könnyen meg lesz. Ott már jártunk. Festrevel-el összeszedjük neki. Össze is kell, mert hogy ebből annyi XP jön, hogy még jobban szarrá tápolhatjuk majd magunkat. És így sem vagyunk kevés. Kevés erővel megáldva. Hát mégiscsak egy Alpha 4-ben Tachit úgy megvertünk, hallod. Én úgy szerettem volna még egy órát küzdeni vele. Nagyon élveztem volna. De hát valahogy meghalt. Ezzel mi van itten? Re jó, azt mondja. Kérdeztetek valamit? Who are ki vagy te? Are you here? Azért vagy itt? Kincseimért jöttél? I won't hand my treasures over to anybody. Nem fogom adni senkinek, soha. Hey, calm down. Ugyan már meg. Igazából semmi az. Értem már, Trejo. Aha. Szóval akkor nem tudtuk meg, hogy milyen kincsek vannak nála. Mit lehetne vele csinálni, hogy segítsen? Go away. Ennyi el innen. Go away. The treasure is mine. Kincs az enyém, menjél el. Milyen kincs? Why did I even try talking again? Értem, miért próbáltam vele újra beszélgetni. Ez nyitható? Az az, hogyha egyszer meg lesz a kód hozzá. Elképesztő, hogy mennyi mindent kell itt összeszedni, még a városon belül is. Jobbra megyünk, fent. Ez a kis csaj, ad nekünk egy küldit? Aha, igen, ott zölden világít. Kedveljük ezt a kislányt, ő kedves volt mindig velünk. Kaya, how are you? Kaya, hogy vagy? Kaya? Kaya? Angel, jaj, angyal, nem is tudtam, hogy itt vagy. Belevesztem egy kicsit a gondolataimba. Oké, okay, kérdezzük meg, hogy merre van Sue. Kaya, I have something I'd like to ask you. Yes, Angel? What is it? Mi lenne az? I'm looking for a sentinel. Keresek egy sentinel, akinek Sue a neve. Szerintem talán beszélhettél vele. Ezt honnan tudod? Finally. Na végre. Sue has disappeared. Eltűnt. I'd appreciate it if you would assist me with the investigation. Szeretném, hogy segíteni a nyomozásban. Jó is, tehát mi folyik itt, kérdezi. Well, valami alsótest exo gerinc rendszert kutatott orvosi célokra. Természetesen ilyen ritkaság itt nem elérhető. Mondtam neki, hogy nagyon nehéz lenne találni, ha csak nem olyan helyen keresni, ahol sok ilyen ellátmányt leraktak a háborúban, és mondta, hogy mit tervez azzal. Azt mondta, hogy valakinek igazán szüksége van rá. Azt nem mondott, nem mondta, hogy mire, vagy miért. Nagyon remélem, hogy semmi rossz nem történt vele. Próbálom kideríteni. De mindegy, köszönöm, nagy segítségemre voltál. Oké. Okay. Ezek szerint így fogjuk megszerezni a másik Exospine fejlesztést. Igen, már is meg tudjuk mondani, hogy mire készül. Azt akarja, hogy Anya járhasson. Rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Mit akarsz tenni? Mész és megkeresed? Ó, ide tudjuk már a kódot. Elmegyünk a Solar Towerhöz. Nem mondott, hogy a szanádát így lehetett kinyitni. Őrület. Oké, okay, ez könnyebb. Könnyebb volt, mint gondoltam volna. Ez a fickó mit akar? Angel, te vagy az, úgy döntöttem, hogy itt maradok. A partnerem elment, de egyedül kell tovább csinálni. Arinról tudsz valamit? Személy, akit Arinnak hívnak, járt itt esetleg? Arin? Now that you mention. She was here most, hogy említed, not too long ago. Itt volt a piacon, but nem annyit végén, de soha nem látogatja meg a boltmat. Kérdezősködj inkább a többieknél. Oké, okay, körbe kérdezem. Aha, lehet, hogy a kis csaj tud erről is valamit. Ez a kis csaj az információknak a központja. Kaya, can I ask you something? Kérdeztetek még valamit? Sure. Uh-huh. Have you met a girl named Arin? Arin nevű csajjal találkoztál? I guess you've heard hát akkor gondolom, hallottad a történetet. What story?
about her and her father Lyle? Róla és az apjáról, Lyle-ról. Ők közel álltak egymáshoz. Ha, szóval nem volt túl sok pénzük, de ott voltak egymásnak. De mióta Lyle megszerezte azt az állóbutát, megváltozott. Azt mondja, hogy ez az őrangyala, és hogy megtestesíti az anya gömböt. Idővel egyre keményebbé vált ez a megszállottsága a tárgyal kapcsolatban. Gondolom, Arin ezért döntött úgy, hogy megszabadult tőle. Megkért... kérdezte tőlem, hogy van-e olyan hely, ahol eldughatna valamit, ahol sosem találják meg. Úgy tűnik, ez valami személyes ügy lesz. És hol van Arin? A Scrap Plains-en van kint. Van egy épület. A villánál, aha. Ilyen kupolás teteje van annak az épületnek. Úgyhogy a drónok építették, senki nem megy oda. Tökéletes hely eldugni valamit. Értettem. Vagy értettem. Most akkor kettő küldetést is unlockoltunk, de ezek mind kint vannak a Wastelandben. Na várjál. Requestálni mit lehet tőle? Angel? Ja, hogy ő egy küldetést ad még húzban. Mi van? Don't be shy, you can tell me. Ugyan elmondhatod. A helyzet az, hogy... Jó, hálás vagyok azért, hogy meglátogatod a boldomat, de van egy szívesség, amit kérni szeretnék. Tudom, hogy nagyon veszélyes volt megszerezni a ládámat, de a következő munka még ijesztőbb lehetne. Még annál is. A hugodról van szó, ugye? Vagy nővéredről? Igen. A nagy hivatag északi régióit fedeztük fel. Jött egy ijesztő szörnyeteg ránk, támadott. Elszaladtunk, aztán ketté váltunk. Elszaladtam a sivatagba, visszajöttem Zionba. Azután a nap után Captain Man megtiltotta, hogy visszatérjünk a nagy sivatagba bármikor is. Mondom neked, hogy a testvérem életben van. Csak eltévedt, ennyi az egész. Szüksége van valakire, hogy segítsen hazatalálni. Nem keresnéd meg? Hát, Kaja. Azt mondod, hogy az északi régió, ugye? Igen. Neked köszönhetően újra láthatnám a testvéremet. Szerintem ő már nem él. Azok után, amiket ott kint láttunk. Persze ezt nem mondjuk meg neki. Jó, állítólag van itt még néhány küldi. Azt a fentit, azt még nem tudjuk, hogy hogyan lehetne elindítani. Az infodealernél fixen van valami. A bulletin board az el kell menni, mert ugye megszereztük a nőnek azt a Szent Bigyura betegség megoldását, a gyógyírt elhoztuk Matrix 11-ből. Megvan az Arc Puzzle harmadik monitora. Ha ide bemennék az intranszen belül, lehet, hogy itt is lenne egy monitor. Itt a múltkor úgy meggyilkoltak. Nyomtak belém egy olyan tört. Azt a rohadt, megint támad a kaszás. 8 centis lábaival, gusztustalan nagy kaszás pókon van. A sarokban mászkál, de szerintem ezek váltják egymást más élőlényekkel. Most éppen a kaszás lakik ott, tegnap valami molylepke, azelőtt egy nagy ilyen nagytestű szúnyog volt, ami ott a sarokban, hát tudod, valamelyik a kettő közül. Az egyik az a hím, a másik a nőstény. Az állatvilágban azért ezek a bináris dolgok eléggé könnyen elképzelhetők. Lényeg az, hogy melyik az, amelyik a kis testű szúnyog, ez a hím. Kifosztogatja a boltomat. Már 10. alkalommal. Nem adok el neked semmit. Várj egy kicsit. De te ez az angyal. Miért nem mondtad? Mi van? Tudod, mi a legfontosabb ebben az átkozott városban? Hát gondolom a nyersanyagok. Energia egészen pontosan. Mi emberek nem nagyon merünk elvonni energiát a várostól. Inkább valami olyat kellene találnunk, amit használhatnánk. Mit akarsz mondani? A nagy sivatagban van egy elosztó rendszer, egy hypercube. Nem egy olyan hely, ahova mi csak úgy beszambázhatunk, úgyhogy egy rossz lépés sosem jössz ki onnan élve. De valami egyértelműen van ott, egy energiaforrás, mint egy fúziós cella vagy hipercella, valami. Meg tudod csinálni, ugye? Segítesz nekem, én segítek neked, segítünk Zionnak. Csináld meg, és akkor jól leszünk. Looks to me like you're the only one coming out ahead here. Én itt úgy tűnik, mintha csak a fickó az, ami jól járna ebben. Ja, amúgy nem annyira rossz ötlet arra menni, Ádám. Mondta közben neki Éva. Szóval ezt... erről beszéltem, ugye? Hogy ezt idehozhatnánk a Fusion Cell-t, hogyha visszateleportáltunk volna, és ott bent megkerestük volna, és tudod? És akkor lehet, hogy nem mehetünk volna tovább az Alpha Native-ák kinyírása ügyében.
megyünk a bulletin boardhoz. Jó sok küldetés van itt, amit meg lehet csinálni. És lehet, hogy most vannak ilyen automaták is, amiket eddig nem nézhetünk meg, és most már kinyitották számunkra tartalmaikat. Érdekes módon vele is beszélgetni kell most. My angel. And now, here you are. Itt is van. Biztos, hogy van köszünk valami kapcsolat, mondja. Mit akarsz, Roxanne? Látod ezt? Elég király, mi? Egy guard turret. Próbálom helyreállítani. Azt akarod, hogy segítsek egy ilyen veszélyes fegyvert helyreállítani? Komolyan mondod? Igen, eléggé veszélyes. Hogyha az ellenség kezeiben van. De hogyha a jó kezekben van, nem segítene megvédeni Zion-t? Természetesen a sentineleknek van igazán szüksége rá. Számodra pedig felajánlok egy olyan ajánlatot kapsz, amit nem tudsz visszautasítani. Ez kimondja. Nem kell ilyen keménykedni. Arra van, hogy segíts a polgároknak. Ritka bodycore-t kaphatsz jutalomként. Mi az ilyet? Hol találtál? Dugi már, tudod, hogy működik ez? Ha messzire mész ki a nagy sivatagba, találsz majd valami nagyon veszélyes. Egy guard turretet, ami irányítatlan válik. Pusztítsd el. Hozzá nekem az algoritmus chipsetét. Oké. Nem lesz számodra túl nehéz az angyal. Oké, rendben. De Zion embereinek csinálom ezt. Nem érdekel a te pénzügyi kérdésed. Oké, akkor áll az alkú. Nézzük, hogy itt milyen küldetések vannak. Jó sok aktivitás van. Kezdhetjük, kettőt befejezünk. Ez a gyógyír. Ez itt a rémálom. Várjál, Roxanne mesélte, hogy igen, itt mi van? Ez a 10 darab vadállat leírtása volt, megvan. Nézzük a maradék 3-at. Hol van a tárgy? Ez már elmúlt az a dátum, amit Frank megígért. Csak egy indoka van annak, hogy egy scavenger miért lép le a nagy sivatagba. Micsoda? De hogy miért nem jött vissza időben? Azért, mert egy nétiba elkapta. Vissza kell szerezni a cuccait. Keresd meg Frank testét a nagy sivatagban. Azt hiszem, a közelében lesz a táskája. Nem tudom, hogy segíted, de... Olyan... Ó, arra felé volt, ahol sok robbanóanyag van, sok láda. Azt mondta, hogy a bombák biztonságosabbak, mint a native-ák. Nem mindegy, arra kellene körülnézed. Oké, rendben, rámegyek. És a Lurkers Hunt az mit csinál? Lurkerek vannak a homokban, és rátámadnak a scavengerekre. Jó. 5 darabot ki kell írtani. Azt még nem tudjuk, hogy melyek azok, de majd megnézzük a kódexben. 20 ezer goldot kapunk. Azt mondja, hogy éppen nyersanyagokat kerestem kint a Wastelandben. Látom egy furcsa helyet, egy hajót, ami a senki földjének közepében van beleállva. Oda bent sok gyanúsan kinéző konténer volt. Volt egy, amiben az egyik egy passzkóddal van lezárva. Úgy tűnt, mintha néhány ember azt a helyet a búvóhelyének csinálta volna meg. Szóval, hogy a nyomozásom után felfedeztem, hogy ez egy olyan hely volt, ahol követők gyűlnek össze, hogy imádkozzanak. Ilyen helyen imádkozni, meg ott vallást gyakorolni. Miért pocsékolnád az idődet az imádságokkal, amikor scavengelhetnél is? Szóval scavenging, azt tudod, hogy micsoda? Hát így zsákmány, lootingolni, nem tudom. Lomizhatnál, tudod? Na. Szóval tovább kell nyomozni. Oké, mehet. Nézzük meg a Dagont. Mi az a Dagon? Jó, és akkor még egy küldetésünk van itt kintebb. Dagon. Ez melyik film? Keresünk még monitorokat is a városban, mert tudom, hogy kell lennie még. Egy párnak legalábbis, hogy hármat már megtaláltunk, már csak három kell, hogy legyen szerte szétszordosva. Emlékszem, hogy itt felmásztam volna, pedig... Nem lenne hülyeség. Ja, itt is van egy, aha. Tudtam. Ez egy alfa.
ennek a fickónak ugye megcsináltuk a küldetését a bátyja ügyében. Lovecraft adaptáció, spanyol horror, a Dagon. Miért nem hallottam még erről soha? Ez is valami alacsony kategóriás? Nem baj az, nem azért kérdezem, csak hogy nem hallottam róla. Lehet, hogy... Ó, kurva! Vagy meg Woki volt? Mondjuk az nem azt jelenti, hogy... Mit akartam mondani? Hogy akkor a filmtudásom, hogy ilyeneket vágják. Na, nézzük csak. Olyan magasan vagyunk, hogyha innen leugrom, meghalok. Ez jobb lenne? Így meghalni? Hogy várjak inkább nétivák vacsorájában. Az oázisba vezető úton. Mit kéne tennem? Legyél már ilyen negatív. Mi van? Sajnálom, angyal. Igazából nem akartam ugrani. Milyen kellemetlen. Miért? Mi van? Voltál már szerelmes? Jó, szerelmes. Ez egy Nier Automata küldetés lesz szerintem. Igen, valaha igazán szerelmes voltam. Nem volt olyan vihar, amit együtt nem tudtunk volna kiállni, amíg ott voltunk egymásnak. Megtámadtak a nétibák egy utazás során, valahol kint a sivatagban. Próbált megvédeni engem, de... Aha, az oázisban süllyedt el a teste. Mint egy hülye. Egyedül szaladtam el onnan. Ott hagytam őt. Tévedtem, nem kellett volna azt tennem, amit tettem. Minden egyes nap mardosabb bűntudat. Nem tudok csinálni semmit, csak sírok és sírok. Elhagyni Zion túl veszélyes. Még elképzelni is. Jaj, azt csinálsz, mint bárki más. Azt csinálsz, amit bárki más is tett volna. Ha nem lehet ő már velem, mi cél lehet az életemnek? Ugye nagyon régóta már a vízben van a memory stickje. Minden oké, még akkor is, hogyha a memory, az emlékeim már el is vesztek. Jó van, átnézem. Tényleg el se hiszem, nagyon köszönöm, mondja. If you can do that for me, megteszed ezt nekem, örökre ne kötelezel. Nagyon köszönöm, mondja a nő. Nem tudom garantálni azért, hogy megtalálom. Legyenek túl nagy reményeid ezzel kapcsolatban. Jó. Felvettünk minden küldit. Innen lehetne tovább menni, ugye? És... Meg is nézzük a nagy sivatagot akkor, hogy hány darab küldetésünk van. Nem gondoltam volna álmomban sem, hogy harmadszorra is visszavisznek, mert... Oké, rendben, kétszer visszamentünk már, de hogy harmadszorra is ugyanazt a helyet kellene átkutatni, azért egy kicsit túlzásnak gondolom. Persze lehet, hogy érted, a kis koreai csapatnak ez az első PS5-ös játéka, első ilyen komoly sztori játéka, mert eddig mobil játékokat csináltak. Ezeket elküldenéd a Discordon esetleg, hogy megjegyenek jegyezve? Mert akkor én is tudni fogom. Három magyar igazság. És látod? És tényleg itt vannak a lokációk, ja. Solaris Tower-nél kell nyomulni, passcode, specialista. Ez mi akar lenni itt? Ja, ez a safe house. Aha, itt a továbbmenetel van ugye Ádámmal, van egy bulletin board, ahol leadhatod az utcaidat. Itt van az ellopott kincs a villánál. Ez itt még mindig a safe house. Jó, hát akkor itt egy, kettő, három lokációról tudjuk most, hogy mi a helyzet. És a lurkerök azok melyik mobok? A játékban a databankot megnézzük már is. Köszönöm, meg is jelent, látom, hogy elküldted. Négy tipák közül. De rohadt sokféle van amúgy, nem? Ez fel sem tűnt, hogy ilyen sokféle van. És ez a szárnyas, ez is tök jó. Lehet, hogy körbefordítod? Nem. Pedig milyen jó lenne. Lurköröket keressük éppen. Elitek között vannak? Nem, azok ilyen bengák, az alfák közül gigász, meg tacsi voltak eddig kette. Érdekes, hogy 6 darab alfa native-ba van. Melyik lehet a lurker? Ezek szerint... The subject néz, és akkor benn van egy zsákban a teste. Jézusom, de para. Sivatagi kaland 2? Ez nem valami poresz? Nem, szerintem nem találkoztunk még olyan mobbal. Mission? Jó sok küldetésem van. Ez a network? Access code. Hú.
Ez is jó kérdés, ez majd hol lehet még. Ez már régóta megvan ez a küldetés, és Digger adta a kis robot, tudod. Buried Ruins felfedezése a nagy sivatagban. Matrix 11, Solaris Tower, Villa, északi rész, Hypertube Entrance. Ezt nem tudom, hogy megtaláltuk-e már. Guard turret, hogyha erre most rányomsz, akkor mutatja a térkép. Hogy hova akarsz menni? Nem. Nem, ezt nem jelzi. 84-es, ez jobban dűne. Ja, a sivatagi kaland, aha. Dűne fiam. Azt mondta, hogy ez nem dűne igazából. Évának van egy weapon core fejlesztése Tachi után. 810-re, tehát 40-nel lehet megtolni ilyenkor a damage-edet. Le is ülünk egy pillanatra. Sajátosan inkább szerintem, aki olvasta a könyvet, annak tetszhet. Mi? Nem az van, hogy aki nem olvasta, nem arra gondolsz? Szevasz, Wolf Utmund, jó estét! Szerintem arra gondolsz, hogy aki nem olvasta, annak tetszhet inkább, nem? Ez lurker? Nem. Mert szép volt. Szép. Megérkeztek ma estére is a botjaink, a mindennaposak. Hát már nem is vártam mást. Már nem is vártunk mást. Kicsit lehalkítom akkor ezeket az alerteket. Nem volt csak egyébként, nagyjából 30-at számoltam. Na majd. Én után levágom őket, 2:35-kor jöttek. Aki nem olvasta, annak tetszik a jó film. És aki olvasta, annak meg nem jó, mert lenne egészen olyan, mint a könyv. Erre akarsz kiukadni? Én el tudom képzelni, én még nem olvastam, ezért aztán nem is nagyon mártottam bele magam. Az elrejtett igazság, az itt van szemben, és már erre is jártam. Kicsobosznál vagy, és meg kell majd dolgozni. Na, egy mellé veri. A gyorsabbik megoldás. Beta energia használtam keresztül. Milyen gyorsan pusztul ez? De leugorj! Jesszusom! Vitte magával a támadás ereje. Ez itt már meg van csinálva. Tudtam volna ide? Nem tudom, hogy tudtam volna ide. Itt bent volt egy kisebb aréna, emlékeztek? És most azt akarja mondani, hogy ugyanitt nincs lokáció, nem értem. Nem. Ide kell... Ja Istenem. Nem, szerintem félrenéztem magam egy kanyarral, mert nincs minimap, ugye? És akkor azt hittem, hogy a baloldali elágazást kellene figyelnem, de... Ne... Aj, jó, mindegy. Legalább megint nem csináltam semmit. Pedig elindultam egy jó irányba. Nem értem egyébként ezt a valakit, aki küldözgeti ezeket a botokat, hogy... Mi lehet itt a szándék? Tehát, hogy nem érzi, hogy feleslegesen csinálja? Hogyha nagyon szeretne keresztbe tenni, miért nem jön ide, aztán beszélgetjük meg? Hát nyugodtan, hát velem aztán tényleg bármit meg lehet beszélni. Nem utasítanám el, hogyha ennyire utál minket, vagy valami, én szívesen megbeszélni. Nem hiszem, hogy jobb belátásra téríthetném, úgy egyébként. Nem is feltétlen célom, de... Legalábbis így, nem tudom. Várjál, a béta az most nem áll készen. Annyira jó, amikor védekezik. Most éppen nem csinálja, ugye. Aha, és hogyha erre mész, jobbra és balra. Nehéz abba adni ezt a gémet, mert tényleg játszhatja magát, és marhára jól ki van találva benne minden. Izmos a set design benne király lett volna minisorozatot csinálni, nincs azzal a hardware-rel, ami a film alatt volt, csak az még nem volt divat akkor. Mi? Milyen az a set design?
itt vannak lent azok a perszkódos bigyulák. Aha, igen, emlékszem. De meg nem mehetsz be. Na de ide? Kicsit fáj, de jobban vagyok. Támad? Igen, támad. Látványtervezés? Aha. És itt nem mehetünk be, hogyha emlékeztek. Sokat adnék, hogyha az a Perry ilyenkor működne. Pedig ki van ám húzva a játékban ez a könnyebb perfect guarding, amilyen nem csinálja. Wow, ilyet tudok csinálni. Hogy ráugrottunk, hoppá. Mondd, hogy ez a lurker. Ez az. Nem. És amit itt keresünk, az itt volt. Valahol itt volt, emlékszem rá. Kintebb, egy lépéssel kintebb, oké. Rosszul emlékszem. Pedig úgy emlékszem, hogy itt volt valami, amit nem tud. Vagy lehet, hogy egyel fentebb volt. Most megint eltévesztett? Igen. Bocsánat, az itt van fent, ott fent, ahol az objektek meg a krétek vannak. Ezért mondtam, hogy idegesítő, hogy nincs minimap a game-ben, ugye? Iszonyatos. Iszonyatos, hogy ilyen könnyű eltéveszteni, hogy most hol akarsz ott lenni. Pedig aztán tényleg, hát hogyha mapot megcsinálnak, egy minimapot abból generálni a HUD-ra, talán nem egy nagy dolog a kis kivágásokat oda tenni. Hát olyan kivágások vannak így is, az ember megőrül. Néhányan rám ugrottak, úgy érzékelem. És minden elnyomnék egy ilyet? Baszta mindenit! Hogy körbevettek? És aztán hogyan hullottak el? Ez tök jó, hogy ez megvan. Nyisd ki a konténert a passcode-dal és investigálj oda bent. Mit csinálj? De nincsen passcode-om, vagy nem adta meg. Honnan tudjam, hogy mit kell itt megadni? Szerintetek? Ez butaság. Jaj. Ezt nem fogod még tudni? Hát én is így érzékelem, ez hülyeség. Hát ide vezettek, aztán nézzenek oda. Mi a francnak jöttem ugye ide. Jó, lenne még itt egy hely, Stolen Treasure. Mondták, hogy éjszakon is vannak küldetések, egy csomó küldénk van itt, csak nem jelzi őket egyértelműen. Hát a bebételt, be. Be. Ott elhittem, hogy megoldásra kerülhet ez is. Hamarosan néhány ütésből menni fognak már ezek. Megcsinálnak. Meg. Nem baj, mert így legalább gyorsabban vissza tudunk térni oda, ahol már elkezdünk, mert 2 óra 43 van. Nem is az én hibám. Hát egy kicsit azért, de... Kicsit. No. Hát remélem, hogy mindenki nagyszerűen szórakozott ezen a mai hosszú epizódon, én biztos, hogy nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tök jó volt a mondjad már micsoda is, hogy előre mentünk a Nukaverd DLC-ben, és végre kiírtattuk az összes rohadék scavengert, nem, bocs, osztogatókat, akik ott vertek tanyát, és kiszabadítottuk az ott élő kereskedőket, hogy létrehozhassanak újfent egy kereskedelmi központot annak a DLC-nek a területén. Nagyon, nagyon frankú volt, meg azok a hubologisták, vagy mi a franc volt a nevük, akik a végén kicsit túltolták a ringlispilt. Azok is nagyon viccesek voltak, úgyhogy nekem nagyon tetszett ez a mai játszás. Hogyha szeretnétek ti is még több ilyen epizódot látni, akár ebből a játékból, akár a Falloutból, vagy bármelyik másikból, amit játszunk mostanság, és szeretnétek esetleg támogatni csatornánkat, van a vodok leírásában egy csomó link ehhez, hogy...
ki mit szeretne igazság szerint, hogyha tényleg támogatni akarjátok a csatornánkat. Köszönöm szépen a jelenlegi Patronus csapatnak, Szilajkának, Barkatának, Oldmurkroának, Feketereteknek, Suzinak, Jonzukinak, Pukibubinak, Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacsbének, Bekkának, Zsoltbének, Banyegnek, köszönöm Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamines-C-nek, Grundárnak, Dark Dawn-nak, HB2017-nek, Kat81-nek és Dearknak, Deftornak, Dominiknek, Spektrának, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzónak, Trilobitának, Ször Lófinak, köszönöm Korinak, Kolkernek, Simongének, Kismarcinak, Ájrengárnak, Esztibornak, Engábornak, Babhercegnek, Haxorznak, Vordamnak és Sessannak, Nabu95-nek, Benesannak, Zsé Istvánnak, Sarumunnak, a titokzatos 49-nek és 50-nek is. Köszönöm YouTube-os támogatóinknak, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Babhercegnek, Bucsernek és Neon Macskának is. Köszönöm, hogy vagytok nekünk, nagyon-nagyon sokat jelent, és tényleg örökké hálás vagyok, amiért hozzájárultok ehhez, hogy én itt ilyen tök jókat játszhassak esténként. El nem tudom mondani, hogy mekkora öröm ez számomra. Nagyon szeretek itt lenni, és tök király játékokat bemutatni nektek, meg fordítani a sztorikat, meg minden. Köszönöm szépen. Igazán nagyon hálás vagyok. Köszönöm, köszönöm. Na, filmezünk a Dixordon, valami Dagon című filmet nézünk meg, azt hiszem, és közben én megvágom a vodokat, meg még a tegnapiakat is helyre kell rántani. Lesz ma este is dolog legalább 3-ig, úgyhogy mit 3-ig? 4-ig, mert már mindjárt 3 van. Jó éjszakát, jó pihenést, és tartsatok velünk legközelebb is. Na csá! Szóval na csá! Ja, meg a botokat ki kell törölni. Hát persze! Küldem a botolónak ezt a számot, ez a kedvencem, Szőri és Pulek, hogy miért ők a legmenőbb zenekar.